Jó estét kívánok, remélem mindenki túlélte ezt az iszonyat nagy hóvihart, ami szokás szerint beköszöntött Magyarországon. Leesett körülbelül 2 mm hó, és nálunk megállt az élet. Blizzard. Épp azt akartam mondani, hogy és Szegeden leszakadt a hó, van átszerűen 3 mm. Oh, oh, oh. de a mentő tűzoltó folyamatosan megy. Mindenkit váratlanul ért. Egyik december 14-én. Igen. Én nem találkoztam ma még hóval, az RK szessőnyeim alkalmával néha ilyen két szem zúzmara elszáldogált a levegőben. De hiszek nektek. Hát miért hazudsz, Krisztián? Megint hazudsz. Hát küldtem fényképet. Rajta voltak nem nézel Nem néztem pejl. meg. Ó, hát akkor, tehát ez a tök autentikus bazd meg. Nem nézel meg valamit, nem láttam. Ha van, nincs hó. De volt egy kép. Nem baj, én nem néztem meg, tehát nincs hó. Hát, tavalyi képet is küldhettél, mint hogyha egy kép bármit igazolna. Hú, ez annyira kormányzati kommunikáció. Szóval Charlie át akarja vágni a fejedet, ami egyébként tehát a hihető kategóriába esik. Na, Fifika, Fifi, nagyon az vigyázzál te is a mai nap után, nagyon vigyázzál. Jó van, bazd meg, én Hongkongba járok dohányozni, Múló Debrecenbe, te meg majd januárba. Mi, 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 a probléma? tudod te, azt erbetűvel kezdődik. <hállt> És over végző. Nem, nem, nem. Charlie, ebbe a challenge-be, a challenge nem állszunk bele, mert közben összeraktam így szépen a képet. Rám, és tudtam. minden résztvevője ennek a sessionnek, ennek a sessionnek meg tudja erősíteni a kiinduló történet igazságát, ami menet közben megváltozott. Az, lehet, hogy az én fülem szar. Nem is csak, hogy, is csak, hogy a fület szar, mert ezek szerint a szemed is mert kikerestük a videót, de majd a megfelelő pontban ö, elkezdjük, egy, elkezdjük egymást ö, anyázni. Megkérdezem tőletek, hogy mi történt a héten, illetve az előző adás óta, és akkor most mondom, hogy ez a 137. podcast adás. Az anyja. Fú, a három meg hét az 10, meg egy az 11, egy meg egy az kettő. Micsoda szám, <laughs> Na, csak így eszembe jutott érted, hogy ebből Puh, micsoda, csak kettesek vagyunk. Szóval most már minden adásban elmondjuk. Most négyesek vagy. A né négyről tudok, meg a nyolcról. Kettőről nem, nem, nem tudom. Négy, meg a nyolc is szar, gondolom a kettő se jó. Nem jó, nem mindegy. Én se, én se. De azon kívül? Azon kívül, most én kezdek. Már olyan rég kezdtem már az, hogy Kezd ja, történt velem. Újabb challenge-be vagyok, mindenkit felszólítok, akinek otthon esetleg a padláson, a sufniban, a kamrában, a, nem a játszós szobában, Pincel. véletlenül, véletlenül egy Korg M1, egy Roland D70 szintetizátor búvik meg, és meg szeretne tőle szabadulni, azt keresse meg privátban, természetesen jó állapotú, és ám olcsó vintage szintetizátort keresek. Azt mondja, vintage... <laughs> Igen, ez a dóci vangeliszt. Igen, ez a dóci... Hát én ilyen elektromos... Vagy elektromos? De hülye vagyok. Vagy elektronikus. Tehát elektromos cigaretta, de nem. Én elektronikus zenei bolond vagyok. És akkor most ez, a, ez az új uh, challenge... Nekem volt valamikor egy Korg M1 a birtokomban, és valamelyik nap ilyen... ilyen belém hasított ez a fájó nosztalgia. hogy nem tudsz rajta játszani olyan, mint a te Nem tudsz rajta játszani, érted, <laughs> de milyen kurva jó <laughs> lenne, hogyha <laughs> ez, lenne. ez de szép volt. <laughs> Nincs abba semmi hogy a Fifika nem tud játszani a hegedűmön. Se. <gül> <gül> se. 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 És szájharmonikázni se tudok. És furuljázni is csak a kiskece lányomat, de azt mindenféle stílusban. A másik challenge meg az, hogy a, a birkák, a juhok, bocsánat, a juhokhoz ugye volt egy kos challenge, aztán a kos challengeből kiderült, hogy a rondi. két kos, várjál, a két kos, amit hoztak, nem azok még mindig itt vannak, úgyhogy ez nem annyira rapid érted, hogy már egy hónapja életetem őket, de hogy a két kos, amit hoztak, azok rühesek voltak. Ergo a mi, mi juhaink is rühesek lettek. Úgyhogy állatorvos, izéhozé. Ergo azóta én a én fifika komé... is viszket. Ergo azóta én is viszketek, bár az én a bundámat nem sikerült levakarni magamról. A juhokkal ellentétben, és uh, úgy döntöttünk, hogy megszabadulunk ezektől az aranyos jószágoktól, úgyhogy szombaton. Uh, Pót, kocsira pakolják őket, és elviszik élő súlyban, Árában. Hát nekünk ebből a csellensből csak kettő darab a miénk, úgyhogy ezt majd ilyen a nyári kiülős építkezésnél, majd valami faanyagba beszámoljuk a, a két juhot. Mindaz mellett, hogy lebonthatom a kerítést, a, a juhodáit, vehetek egy új fűnyírót, tehát így azért Na, öröm az élet. Hát ez neked csak egy kiadás így. akkor. Ez, még az is, hogy megszabadulsz Nekem ez foly... Hát figyelj, Charlie, tehát a gyerekem kapott egy kutyát, tehát én vettem egy kutyát, a gyerekem kapott egy kutyát ajándékba, és ez még nem volt elég, hanem uh, uh, miután összeköltöztek a párjával, vett annak is a gyerekem kutyát ajándékba. Úgyhogy most három darab, hát a, ugye a boxert azt, azt mutogattam kicsinek, most már egyébként szép, tehát kezd, kezd már ilyen, ilyen, felnőtt kinézete lenni. De ugye a következő challenge az, hogy két lánykutya mellé hozott egy fiút. Érted? Értem, a boxer ha. Fiú, tehát boxer én, én, így, én így azért így photoshoppal összeraktam, hogy egy ilyen Berni pásztor boxer keverék azért nem biztos, hogy ez a ez a leg, legjobb kinézetű kutya kerekedik ki a végén belőle. Hát meg abból a nyugalom, Batandítás. nyugalom tengere lesz abból a kutyából, ház meg. Hát valószínű egyébként. Tehát a boxers egy aránylag ideges Nem, de fajtadab. mozgásigénye az van. Na most a Berninek viszont nincs. Az hogy lehet? Tehát a... Nem tudom. nem tudom, Ezt olyan, mint a gazdája. nekem. Csak ülne, nem, 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 ülne nem, nem, fest nem, egész nap nem, nem. a stúdióban. Ezt, Milyen jó lenne mondták, most ott lenne a lábadnál a... és melegítene. Berni Pásztort egy erkély méretű helyen is uh, lehet tartani. Nyilván megfelelő körülmények között, meg azért gondolom csak el kell vinni sétáltatni, de hogy nincs ilyen, ilyen óriási mozgásigénye. Az hogy Pásztor vagy? Volt... az dirigál. Hát uh, egy-kettő hogy hogy egy, egy berni mindig úgy fog leülni, hogy a lábadon üljön. Tehát a, a kutya az úgy ül le, hogy közted a nyáj között legyen. Ezért például alkalmatlan kerítő kutyának, mint mondjuk a puli. Mert a puli az mindig veled szembe és a nyáj túl törekszik. Na mindegy, ez már messzire vezet, de, de ennyi. Tehát, hogy az egy halálnyugodt kutya amúgy a a berni, és én imádom, szerintem az egyik leg tökéletesebb családi Kutya fajta a Berni. Na, és akkor veletek mi történt? Elmesélem én gyorsan a nem az egész heti élményeimet, de csak ezt a pár napomat, aztán mújó gyorsan, és a crossoverbe kicsit belecsatlakozunk, már vár minket MP, úgyhogy megpörgetjük az elejét most, hogy ne kelljen annyit ülnie ott én múlt héten is nem voltam már szabin, csak olyan hülyén jött ki, hogy nem kellett dolgoznom egy hétig. A, nem jöttem ugyanolyan olyan hülyén ki, tehát mindig volt valami tennivaló. Például múlt hét csütörtökön megjött a, az értesítés, hogy úgyse fogja hallgatni most. A szávai képviselő úrnak elkészült a fotókönyv. Másnap átvehetem, kiszállítja a megjelölt tudjátok ilyen átvevő pontokhoz Uh -huh. Meg beadod a kódod, levonja a kártyádról a pénzt, és kinyílik az ajtó. Pénteken ott lesz csönd. Szombat csönd. Vasárnap csönd. Hétfőn telefonálok. Hát ők még nem kapták meg a cevétől, fölhívom a cevét. Ők úgy látják a rendszerbe, egy pillanat tudnám tartani? öt percig tartom, elnézést, elnézést, köszöni szépen. Szóval ők úgy látják, mint hogy elkészült volna, és átadták volna, de aztán mégse, vagy fene tudja, de visszahívást igének 10 perc múlva, a 10 percből nem lett semmi, tegnap semmi, ma fölhívtam őket, már összekötötték magukat a cevével, hogy mi a szent szar van, úgyhogy még sehol nincs a könyv. Ez volt az egyik pulzus emelésem, a másik az az, hogy Éron csomagja még mindig hát on hold, nem on hold, ez a innen elindult, nem hallottunk róla, hogy belepottyant volna a repülőgép a nagy óceánba, tehát ergo megérkezett oda, de a trekking szerint úton van, és ennyi. Úgy, hogy tegnap vagy ma meg kellett volna kézbe kapja. Úgyhogy volt a postánál is egy kifakadásom, hogy hát végül is basszátok meg, ezért fizettünk, majd 14 ezer forintot, hogy kurvára nem tudjátok, hogy hol a csomag, de hogy szkenneljen be a feladó vevényt, küldjem el nekik, és akkor majd visszaírnak, mondom, mikor? 60 napjuk van rá, azt Az, mondom, basszátok meg zseniális. Anyátok. Tehát egy, egy 8 napos csomagot Anyátok. azért adtam föl 8 napossal, vagy 7 napossal, hogy te nekem 60 napra rá közölöd, mondjuk, hogy nem tudod, hogy hol van. Rohadjál meg! Úgyhogy ö, írtam ma Éronnak, hogy, ö, hogy nagyon várjuk a visszajelzést, jelezzen ő is, hogyha bármi változás van, vagy esetleg valamit bebasszák az ablakát. Úgyhogy ez volt a másik. A posta élményeimről múlt héten meséltem. Ma az Okmányiroda Szaga című fejezetnél tartotta a kis teleregény. Tegnap Ja, még annyit, hogy tegnap ugye Blackivel a JTR-ben Szabó család ö, reinkarnációjaként levezényeltük, hogy tulajdonképp ö, miért és hogyan nem kibaszás az emberrel az, hogy külön kell megvenni a, a szűkítő betéteket a Dwarf RTA-ba. Gyönyörű, gyönyörű volt az egész kis előadásunk, a performanszunk. Na, de ma okmányiroda volt, mert útlevél kell, ugyanis jövő áprilisban lejár az útlevelem, én májusban utaznék el, viszont kell hozzá vízum is. A vízumon nem tudok változtatni útlevél számot, ergo nem tudok vízumot venni most, amíg nincs új útlevelem, amíg nincs új útlevelem, nem tudok repülőjegyet venni, és a többi, és a többi, tehát ez így generálja saját magát a hülyeség. Na, két héttel ezelőtt elkezdtem telefonálni okmányirodába, hogy időpont kéne. Mert hát, ja, nekem van ügyfélkapum. Először bejelentkezek rajta, mert olyan 21. századi dolog ez a ügyfélkapu. Nincsen foglalható időpont. De mondom, mi az, hogy nincs biztos valamit félreütöttem, fölhívom őket. Jaj, hát az úgy van, hogy hogy Krisztián, hova gondolsz te az meg, hogy 10 óra 47-kor akarsz időpontot foglalni? Már elfogyott. Tegyen meg, legyek szíves, másnap 8 óra 10 környékén. Mert akkor kapnak új sorszámokat. Központi okmányiroda. Bent a Visegrádiba. Hát mondom, ez csodás. Háromszor eljátszottam. Tudsz útlevelet csináltatni kormányablakba? Ő, várjá. Várjá, az nem úgy van. Jó van, jó van. Ö, fölhívtam őket. Másnap, 8 óra 4-kor hát nincsen még. Itt már az volt, hogy még nincs. Jó, na, akkor beszélgessünk egy picit, üssük el az időt addig, 10 perc stand up oljunk, hogy mi kell még hozzá, mondja, hogy mi kell hozzá, erre is kitérek majd. De még nincs. Ó, oh, baszódj meg, akkor jó, akkor rohadj meg, úgyis ma megyek a, az én járás hivatalomba, és majd akkor ott, majd ott mondom, hogy jaj, jaj, na, nem nagyon kéne néni, és akkor tessék majd intézni. Na, a múlt héten megcsináltattam a lakcímkártyát az állandóra. Ott kihúzták az ideiglenest, mert azt 5 évente meg kell újítani. Bementem időpontfoglalással ma, hogy az ideiglenest is beírják, az egyhetes lakcímkártyám ketté vágták, kiadták az újat. Útlevél, semmi gond, semmi gond, időpont nincs. Tudunk adni januárra anyád. Ö, akkor húzok sorszámot. Jó? De készüljek fel, hogy több órát is akár, és körbenézek, nem hiszitek -e? négyen voltunk ott, és az ügyféltérben, ahol voltunk, az, az tudod, ilyen okosan elszeparált hely, hogy oda csak ha hívnak, akkor mehetsz be. Ott, mikor bementem, ben voltam, tehát rajtam kívül volt egy ember. És utána az is kijött, és akkor mindenki várt. A sorszám az kurvára nem kettjeket. Hát Húsz 20 perc után mondtam, hogy jó, megyek benzinén, fölgyújtom a picsába, de aztán nem, menjünk be a tesco a Váci úton, ott is van egy kormányablak. Nóri kikérte a reggelit, mert ugye anélkül mentünk el, pont szembe volt vele a Lipóti, péksütemény, magának egy kávé, és amikor a kávé első kortját inná, hopp, a sorszámunk zseniális. Beülök, mondom a nőnek, mit szeretnék, persze, természetesen, aláírás, ide, fotó, hol vannak a régi útlevelek? Mi a faszom? Hát én mondom, minek a... Nekem még érvényes. Új, újat akar, tehát nem a régit akarom felújítani, csókkal. Igen, Újját és akkor szeretnék. Kell hozzá a régi. De mondom, ha visszajövök vele, csak indítsuk el, azt úgy nem lehet, azt úgy nem lehet, a kell a régi. És mondom, hogy ha én elvesztettem volna, akkor írnánk jegyzőkönyvet, és akkor külön faszom, tudja, milyen díj. Di... Csináljuk azt, hogy elvesztettük. Azt nem lehet! Jó, jó, de mondom, én most elmegyek innen, de ha visszajövök, ugye nem kell sorba állnom még egyszer. Jó, nem, egyszer. nem, ha jöjjön csak, akkor lehet, hogy ebédidőben jön. Hát mikor értem vissza szerintetek? Ebédidőben? Már le volt takarva a sorszámkérő pult, mellettem volt a nagy tudásúval, tehát ott volt a portás, tudod, az fontos momentum lesz, ott volt ott a portás. A legfontosabb ember. Igen, egy ilyen nyugdíj és a halál között levő vagyonőr, nem tudom, mit őriz, bazd meg és le volt takarva egy táblával. Én távolról azt hittem, tudod, hogy ez a képernyővédője. Nem bazd meg, köszönj, és egy kasírozott tábla volt. És mellém áll egy nő, tudod, aki telefon a fülén, nem tudlak visszaírni, nincs egy Na, ilyen kaliberű, tudjátok, hogy kire gondolok? És látja bazd meg, hogy ott a papír. Viszont lát egy gombot alatt, amit meg lehet nyomni, amire oda van írva, hogy látás sérülteknek megnyomja a gombot, és akkor elkezdi mondani, hogy mi merre van ott tőle. És akkor nézi, megnyomja a gombot, és elkezd neki, hogy öntől balra, egyenesen tíz lépés, és íze, és akkor azt mondja, ez meg mi? Mondom, elnézést, ott van fölötte nagy betűkkel, sorszám, kiadás, szünete. Na jó, de akkor ez a gomb mi? Ó, bazd meg, jó, mondom, arra vonulok, akkor már jött a izé, a nagy tudású biztonsági őr. Elhajtotta őket, jött egy másik nő. És és De hát én már itt voltam reggel is, és akkor tudod, ez a, ez a manuális override funkció jött, így a kartontáblát így elhúzta, és megnyomta a sorszám kérés azt, azt mondja a nő, ja, hogy ez így megy, ez ilyen titkos funkció? Hát mondom, ez az meg. Jó, van, visszajött a nő, aláírtuk azt a ö, egyféle papírt három példányban. Ö, tíz évre, 14 ezer forint, szorozva kettővel. Nyolc napon belül, köszönöm, csókolom, ennyi. Ez volt a mai challenge -em. egy -e négy és fél óra alatt sikerült ezt a stand-upot megcsinálnom. Na, úgyhogy a faszom Húra ki van magyar. a mai nappal, és az ok okmányirodával baz meg főleg. És az, hogy nem tudom ezt megcsinálni itt, úgy, hogy bemegy az ember, baz meg, beesik, ja, ja, bocsánat. Az, hogy beírják az én lakcímemet, az én, az én lakásom én lakcímét, alá kell írni, bazd meg közös tulajdoni hányad a feleségemnek, meg nekem, és kell vinnem egy igazolást, hogy az enyém egy adásvételét, vagy faszom tudja micsodát. Ez már a vízum? Nem, ez még mindig azok ok, a, a... Ez csak a lakcímkártya. Az lakcímkártya. A lakcímkártya, És ja, akkor ja. azt mondja nekem a, a nő, hogy de kell hozzá egy ilyen, faszom tudja, milyen papír. Hát mondom, az tök jó, csak nem olyan stádiumában van az a dosszié, hogy én meg tudnám találni otthon. Semmi gond, a Magyarország húról le tudja tölteni ezer forint. Ó, baszódjatok meg, hát tényleg annyi, szerintem ez, tehát ezer forint volt a PDF generáló funkció, hogy keresztbe ráírta, azt meg, hogy nem hiteles. Négy oldal, kinyomtattam ezer forint az én nyomtatónba. Ó, na bevittem, leellenőrizte, ami bazd meg, hát ők is elérik ezeket az adatokat, mert valahol leellenőrizte, mert nézte, hogy aha, igen, jó, jó, így a monitor meg a papír között. Hú, de ó, föl tudtam volna robbanni ettől az okmányt. Sose értem, és akkor mondtam a, 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 az ügyintézőnek, hogy de van nekem ügyfélkapom. Ott akartam időpontot kérni, ami nem ment. Be lehet, ott vál, ö, be lehet ott jelenteni még a lakcímváltozást is, azt nem tudom, tudjátok-e. És beírom a régit, beírom az újat, azt mondja, nem létező adat. Mondom, mi a faszom, és kiadja a régi lakcímem utcájára, hogy nem létező adat. De ő adta föl a rendszerben az utcát is. Mondom, kész. Nem tudok semmit digitálisan elintézni. Be kell menni, és a bürokrácia útvesztőiben kell kavarognod, mert az úgy jó. Na. Érdekes, hogy ezt... Ész Észtország 20 évvel ezelőtt megoldotta, és azóta is működik, és az közigazgatás publikus fele zokszó nélkül, minden gond nélkül zajlik digitálisan. Nálunk ez nem megy valamiért. Jó, csináljatok meg nélkülem a podcastet, pakolok össze, és költözöm Észtországba. Na, úgyhogy így, így járok. Okay. Na, Krisztián, meséld -e gyorsan, hogy veled mi volt, és aztán behívom NP-t. Jó, én rövid leszek, mert aztán beleszaladtunk itt a mi történt velünk témába. Ö, sok minden nem történt velem, folytatódott múlt hét vége felé a... az interjúzós szagám, úgyhogy most már túl vagyok a jól számolom a harmadik körön, és ha megyek tovább, akkor van még előttem kettő. Fifika, Fifi Fifika, Fifi ez... még két körre elmegy a múlja, és bazd meg államtitkár lesz. Tehát itt Azt már ennyi kör, az Azt meg a világon tudja. nincs. Ma-holnap ma, ma kéne kapnom választ, illetve valamikor így, így, egy héten belül, úgyhogy holnap már reklamálni fogok, hogy hol a válaszom. Ez történt, a másik meg, hogy tegnap nem voltunk ugye Debrecenbe a Numero 3 csapattal, és elkezdtük egyhetes káváriánkat Garuska professzor kísérletében. Úgyhogy nagyjából ez történt. Erre ki fogunk térni majd, hogyha így lesz MP. Na de akkor be is hívjam? Hogyha ilyen rövidre Mi? szabtad? Ne, ne, várasd még! Ja jó, ha várjál Városd akkor. Meg. Azt Mi vagy te? Ügyfélszolgálat? Igen. Légy, légy, légy jó... Légy jó kormányablak Csáli város. Azt akartam, hogy beírom, hogy MP és nem találja a rendszer, de az meg itt a rendes neve is. Na, akkor hívom. És itt is van velünk MP barátom, aki egyébként egy, amit már beharangoztam múlt héten egy crossover podcast keretében, most ő jön hozzánk beszélgetni és egy kicsit felvilágosulni, mert több szálon össze is... Hú, ez nagyon buzis a sikeredett. A szálon is összefűződünk, és aztán valamikor a jövőben pedig én teszem tiszteletemet a Hiányzó Darab nevezetű podcastjében. Kicsit mesélj akkor erről a Hiányzó Darabról, MP. Öm, röviden úgy indult az egész, hogy annak idején, amikor hát Lehi úgymond felfedezettje lettem a volt kaféban. Beszéltük itt mi hogy civilből, hogy bakker kéne egy újat indítani. Lehi is akkor nagyon-nagyon sok szabad idővel rendelkezett. Aztán amikor gondolkoztunk, hogy mi legyen a podcastünknek a témája, elhatároztuk, hogy csinálunk egy ilyen gaming geek játékos podcastet. De ahogy gondolkoztunk rajta, egyre inkább beláttuk, hogy nem sok értelme van, hiszen nem akarunk n plusz egyedik lenni, viszont így fantáziáltunk, hogy ú, majd akkor bemutatnám ezt a sorozatot, mert ez a gyűjteményemben megvan, meg aztán abból a gyűjteményből is az nagyon jó darab, és egyszer csak bejött, hogy mi lenne, ha gyűjteményekkel foglalkoznánk, és a koncepció végül az lett, hogy minden adásban hívunk meg vendéget, akit meg riportolunk, vagy interjúoltatunk, ahogy tetszik, és ahogy bemutatja az adott gyűjtő magát, a gyűjteményét, így azáltal a hallgató belepillanthat egy kicsit abba a szubkultúrába, a mikro univerzumba, amit eme gyűjtemények képviselnek. És minden adásban kicsit más világban barangolunk, kalandozunk, barangolunk. Néha nem feltétlenül gyűjtéssel, gyűjtőkkel foglalkozunk, hanem hogyha összegyűjt esetleg annyi élmény, így közösen bennünk, hogy azt mindenképpen ki akarjuk tárgyalni, akkor csak csinálunk szimplán egy ilyen beszélgetős adást, hogy ki mit érez, látott, hallott, stb. stb. 10. 5 adást élt meg eddig ez a podcast, kb. havonta egy adással jelentkezünk, ez egy ilyen erős átlag röviden ennyi menet, közben Lehi kiszállt ebből időhiány a dologból, illetve annyiban változott még meg ennek a podcastnak a karakterisztikája, hogy már nem Skype-on távolról vesszük föl vendégekkel, hanem ilyen amatőr, de azért elég jó stúdió körülmények között a runyai stúdióban. Remélem nem eresztettem túl bőlére, de ez az anzásított történet a hiányzó darabnak. Runyai Gábor egyébként közös podcasterit, ismerősünk, neki is, neki is külön csatornája van, ahol meg még más sabb témákkal foglalkoznak, de ugye ő runyait említettem nektek, fiúk, mint mint egy ilyen lehetséges ö, offline felvételi lehetőség, de hát ugye FIfik miatt ez nehezen megoldható, de mert hogy ez pestem van. Na, Igen. a másik kapcsolódási pont... Ami, ami sokszor mondtam neked az utóbbi egy-két hétben, hogy nagyon jó, hogy jössz, mert az egyik ö, kapcsolódási pontunk ugye az, hogy te is már, a... most azt mondod, hogy nem, de igen, te is az e cigaretta használók táborát erősíted, ugye? Ez így van, ez így van, így van. Úgy indult az egész, hogy ö, mi összefutottunk ö, egy podcast All Stars megbeszélés miatt, és akkor meglátta a kezemben, és magától elkérte kipróbálni, és rá talán egy vagy két hétre meg is vettük neki a kezdő készletet ami egy. Az bort... rá két vagy három napra lett volna, csak el lett tolva hétre. Igen. igen, igen. Én igen. ezzel a gondolattal már régóta foglalkoztam, ugyanis a munkahelyemre képzétek el, elkezdtek járni rendőrök. 12 órás, minden nem akarok belemenni, őrizni valakit több héten át, és minden műszakban más rendőr páros jött, és hát én akkor meg úgy analógot szívtam, és mentem ki cigizni, és képzeljétek el a, kintlévő, kint lévő, velünk kint lévő rendőröknek az igen nagy része, mondjuk azt mondom, hogy 65-70 a biztos, az ecigit szívott, és néztem, uh -huh. hogy a, milyen e nem igen, nekik ugye azért nagyon-nagyon fontos, mert mondjuk a járő, ezek többnyire járőrök, tehát nem magas rangú nyomozók, meg stb., hanem ezt tudják szívni, mondjuk már január 1-től a kocsiban, a járőrkocsiban, illetve ezt tudják úgy szívni utcájárőrözés közben, persze az sem jövődömos nekik, hogy nem tudnak jogszobáilag belekötni. Ugye én amennyire tudom, a rendőr nem dohányozhat maximum a szünetében. És akkor így elkezdtem a foglalkozni. Lehet, hogy ez nem is olyan hülyeség, és mint valami véletlen egybeesés, és bár én nagyon nem hiszek a véletlenekben, jött Charlie, és akkor kiderült, hogy ő a párásító ember, és hogy különben is ez tök jó, és, és így, így, végképp így megkerül is. Annyi, hogy annyit nem tudtam semmit kávé az elektromos cigarettákról, amit úgymond tudok, azt az első kézből, azt tőle kezdtem el megtanulni. Ő állította össze nekem az első készülékemet. Amit egyébként, hozzá... amit egyébként pont a a kékpólos Spock kapitány küldött neked, zárójelbe bezárva. <laughs> Ó, köszönöm, Úgyhogy úgy, azt ő küldte. remélem működik. Működik, bár egy pár napja már nem használom. Egészen pontosan ma vagyok 20, 7, 21, 2, 20, van szerda, 23. napja a füstmentes, teljes abstinens füstmentes, és múlt hét péntek óta, csütörtök este, péntek reggel óta vagyok vépmentes, Uh, annyi, ne, tehát az ilyen véletlenül jött, nem terveztem, hogy egyik pillanatról a másikra lerakom a elektromos cigarettát. Elkaptam egy elég kemény betegséget, amiből mostanság kezdek kilábolni, és, és, így amikor beteg voltam, egyszerűen nem kívántam még a gőzt sem. És bár mondják már így kb. helyre jöttem, meggyógyultam, de úgy vagyok vele, hogy megpróbálom, hát ha már hát megpróbálom minél tovább kibírni, hogy, hogy nikotint se vigyek be a szervezetembe. Egyelőre jól megy. A, a, a kézlábtörést a, hozzá. Azt beszéltük egyébként a fiúkkal, hogy, hogy ne az elektromos cigi legyen, amit először kidobsz, hogy már úgyse lesz rá szükség, hiszen... Nem dobom ki, Isten őri. Hiszen inkább azt mondanánk, hogy ezer százalék... Ne legyen igazunk, de, de ha vissza kell nyúlni valamihez, akkor, akkor az Így legyen az. De ha jól emlékszem, akkor mondtad is, hogy neked a munkahelyeden ugye tudtál mérni például tüdő tüdőkapacitást, vagy... Ö, vagy tüdőkapacitást, mi? nem, szap szaturációt, az más azért. A ja, szaturáció... 97-98 éber állapotban tud. 95-96 volt nekem. Ja igen, hát akkor az alapokra menjünk vissza. Tehát így 33 éves vagyok. Általános iskola vége óta... Valamikor 7-ban próbáltam ki a cigit, akkor még nem mondom, hogy már rászoktam, de valamikor középiskola elején közepén már szerintem függőnek számítottam, ugyanis saját pénzből rendszeresen vettem cigit, és napi szinten dohányoztam. És onnantól kezdve megállás nélkül szünet nélkül. Nem is volt kihagyás egészen mostanáig. A szaturációnak nekem olyan 95-96 között mozgott téber állapotban, fölment most viszont 99-re. Ez ilyen pár százaléknak tűnik, de egyébként ez hatalmas most nagy... durva, igen. Hatalmas durva. nagy ö, ugrásnak számít. Most egy laikus azt mondja, hogy még a 95 is nagyon jó. 94-93 alatt már egy krónikus tüdőbetegségről, a 60-70 alatt meg az élettel összeegyezhetetlen állapotról beszélünk. Röviden egyébként azt kell tudni a szaturációról azon hallgatók kedvéért, akik nem járatosak egészségügyben, hogy a vér hemoglobin szintjének a oxigén felvevő képessége, tehát hány százalék, egységnyi hemoglobin, hány nyi oxigént vesz föl a lehetséges maximumhoz képest. És az az 1-2-3 százalék hatalmasat számít. Voltak ilyen tök jó kis sikerélmények, hogy ugyanannyi, egy hét, már egy hét után egységnyi idő alatt 300, 250 meg 300 méterrel többet tudtam leúszni az úszodába. Én jártam dohányos koromban is így úszni. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy van is a munkahelyemen úszoda nem is kell messze menni, tök gyakran tudok járni, és pillanatok alatt így megugrott, elkezdtem érezni a ízeket, szagokat. Hát először a szagok jöttek vissza, először a legelső élményem az, jó, ja, bocsánat, ha túl sokat beszélek, akkor vágjatok közben. Azért vagy itt, mondja. Mondja. Ja, De Én csak annyit akartam mondani, hogy én jelen pillanatban 98-at szaturálok. A telefonnal mérted? Nem, karórával akaró karó aha, ja, az nem rossz. Na, ö, sőt, egész jó. Körülbelül egy hét után kezdtem el szagokat érezni. Ö, először egyébként a kellemetlen szagok jöttek vissza jobban. Sőt, emlékszem, a leges-legelső az volt, hogy elkezdtem a cigifüstöt megérezni. Tehát, hogy a cigifüstnek a, a szag nem csak a frisset, hanem például az ilyen több naposat, ami ruhán van. Nem feltétlenül a sajátomon, én erre mindig zsügyeltem, hogy legalább a legyen cigizagú, de másén. E, aztán később így, így egyre. Tehát elkezdtem például egy másfél hét után a smogot érezni. E, éreztem korábban is, dohányos koromban, hogy van smog. Úgymond nehezebb volt a levegő, de nem volt szaga vagy illata. Hirtelen a körúton lett, amikor így mentem gyalog. Az ízek, hát az kicsit azért lassabban tért vissza, most sem mondom, hogy szerintem százszázalékosan vissza regenerálódtak a ízlelő de azért már így égésföld ahhoz képest, amire vissza tudok emlékezni. Mondjuk az a Nagyon betegségből is adódhat igen? egyébként. Miből? Hát a betegségből. tehát A ja, a, betegségből, a betegség ha. is olyan, tehát hogy akkor nekünk is a. amikor ö, szívjuk az egy cigarettát, nem érezzük azt az ízt, amit megszoktunk. Ö, egyáltalán ö, szívhatnánk tulajdonképp bármit, ö, mégsem érezzük, úgyhogy. Ö, úgyhogy a, a, akár a betegség miatt is lehet az, hogy hmm. hm, az ízek azok még nem jönnek. Hát igen, egyébként visszatérve. Ö... Na most még per nem érzem, hogy hiányozna a vépelés. Lehet, hogy kísérletféleképpen nullás folyadékkal megpróbálom, hogy, hogy, úgy milyen. Most úgy egyelőre el vagyok nélküle. Figyelj, ha nem hiányzik egyik se, akkor nem kezd terültetni. Jó, nem, de nem, nem akarom én van charlie -nak abba az illúzióba ringatni magamat, hogy én most kijelentettem, hogy ezzel megszabadultam a nikotintól, meg a dohányzás minden formájától. Nem. Most van egy ilyen átmeneti állapot, de adok egy esélyt neki, ki tudja, lehet, hogy ez végleges is, de És nyilván amikor, nem... Am, am, amikor dohányoztál, akkor volt ilyen ö, hosszabb időszak, amikor valami miatt nem tudtál dohányozni? Nem hinném, hogy jelentékenyen ilyen hosszabb időszakban lett volna. Ilyen. Maximum egy-két napok kimaradtak ezért azért, de pár napról beszélünk, amennyire vissza tudok emlékezni. Uh -huh. Azt hiszem, volt egy ilyen olyan leszokási kísérletem, vagy abbahagyási kísérletem, amire, ha visszatudok, ez jó pár évvel ezelőtt visszagondolva is, már az elhatározás pillanatában is szerintem már éreztem a lelkem hogy ez nekem nem fog menni, de azért kezdjük el. Azt nem is tudom, talán egy hétig sem tartott. Ahhoz képest nikotinból már majdnem egy hét Egyébként a fogyasztási szokásaim szálas dobozos gyártott cigarettát én elég régóta nem szívok. Hébe-hóba nem mondom, igen, egy-egy doboz cigit így vettem, de hát már több mint tíz éve sodrott fogyasztási vágott dohányt. Sodrok külön papírba, általában a vékony rizspapírokat szeretem, és aktív szénmentes is fűszűrővel. Pikpak már tudom őket, igen? Ez baromi érdekes, mert, mert ugye azt uh, uh, mondjuk sokan nem tudják, még a, a kemény dohányosok sem, hogy az, amiről beszélsz, az a cigarettafogyasztás csúcsa. Szerintem is, így van. Így van. <hül> Egyébként és nekem azért barom érdekes, mert, mert hogy, hogy annak, annak, a szertartásossága is sokkal jelentősebb, mint az, hogy föltépek egy doboz cigit, azt kiveszek bele, Igen, nem, de azt kell mondjam nekem, ennek a szertartásossága már régen elveszett, már kb. 8-10 másodperc alatt rutinból zsebből tekertem meg, meg másrészt én meg már eljutottam arra a szintre, hogy nem azért szívtam a cigit, mert jó, hanem azért szívtam, mert hogyha nem szívom, akkor szar. De ez benne már így évek óta <laughs> tudatos. Hát ez a függőség. Ez, egy nagy a ez egy nagyon jó dova. Ez egy nagyon jó <laughs> hát ez a függőségnek ugye a definíciója, és, és ö, ezek mellett, egy ilyen tudat mellett, tudod már, ez a szertartásosság, meg ilyesmi, így, így már nem sok mindent jelentett így nekem. Egyébként azt se tetszett, hogy elkezdték uh, kiherélni a fogyasztási vágott dohányi port. körülbelül. A 2000-es évek közepén lehetett az én életemben a csúcson, amikor elkezdték behozni, akkor Egerben laktam, egy vidéki kisvárosban, elkezdték behozni vidékre is, és szinte minden trafikárult uh, dramot, abban is többfajtát. Uh, a a drama az, az, szerintem az volt a commerce dohányoknak a csúcsa, akkoriban a commerce dohányok között most is szerintem elvonalbeli, és aztán egyszer csak ivonták a forgalomból. Próbáltam hozzájutni később a máshonnan, de nem nagyon, mert egyszerűen így csomó helyről így kelet, közép kelet európa leállt a forgalmazása, Ausztriájba kellett volna, hogy kimenjek, ért annyit, meg nem ért a dolog és elkezdték szépen lassan a piacról kiherélni a normálisabb dohányokat. Most még a Golden Virginia, Golden amit Virginia. azt mondom, hogy szívható, és nagyon jónak nem mondanám, de rossznak sem rossz, tehát valahol ilyen épp hogy átlag fölötti, viszont azt vettem észre, hogy szép lassan annak is romlik a minősége, egyre több szárat, meg ilyen szemetet, idézőben, akkor szemetet raknak bele, a ára is megy ugye föl, és mindegy kényszeredettem vettem, el is határoztam egyébként, hogyha ma a Golden virginia is így kivonják a forgalomon, akkor nem tudom, kész, lezakok. Már más normális fogyasztási dohány, ilyen vágott dohány nem volt a piacon. Aztán jött ez a ecigi dolog, és így alakult. De akkor ezek szerint nem bántad meg, illetve azt a jótékony hatást, vagy pozitív hatást, azonnal kiváltotta nálad, hogy a sóvárgás az nem olyan szintű, mint, mint amikor Átalakult, nagyon rövid idő alatt átalakult a nikotinhoz fűződő viszonyom. Tehát a nikotin, nem mondom, hogy megszüntette a nikotin hanem átalakította. Egyébként azért nagyon jó az, mert egy Pár nap eltéréssel egy ö, kollégámmal kezdtünk el átérni az e-cigire. Szintén ugyanebben az indítatásból látta a rendőröketi, hogy... Ö, és hát, ráadásul neki volt egy ö, három vagy négy évvel ezelőtt ilyen kísérlete ilyen elektronikus cigivel, de akkor egyrészt még jóval kiforratlanabb volt a technológia, másrészt a, a minőségi cuccokhoz is jóval nehezebb volt hozzájutni és elsikkadt a dolog, mert szar volt, és inkább visszatért a dohányzásra. Na és nagyon visszatérve az eredeti mert ez nekem nagyon-nagyon sokat számított az, hogy itt van Viktor, és hogy így meg tudjuk beszélni, hogy jé baszki, hát ez ilyen, meg olyan, meg ment ez a ez a social ecig engineering, hogy olyan lötyi cserélés, meg hogy hmm, ez a kazán, meg hogy, hogy elkezdte elmagyarázni, hogy, hogy a, a, kazán ez így működik, meg, meg képzeld el, ezt több fajta van, lehet újra tekercselni, meg eldobható változatban kapni. Én meg menet közben néztem a, mit tudom én, a propilén glikolnak a összetételét, hogy ez mi, meg hogy, meg hogy az élelmiszeriparban, és amikor minden egyes alkalommal, amikor kimentünk, találkoztunk vépelni mondjuk a teraszra, egyébként szomszédok vagyunk, elkezdtünk dumálni minden és a végén, mert esküszöm, annyira jól ment ez a beszélgetés, hogy hm, érzed ezt a mentolos áfonyát, hogy befelé egy kicsit a karakter áthajlik a, nem is tudom, érzed a tőzeges és kifelé pedig egy kicsit lágy, viszont akkor is más, hogyha orron keresztül fújott ki a gőzt, és akkor mondom, persze, 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 és kijött, mondom, mert valaki más a terasz, és így leesett az állaj, baszki, ezek mi borszakértők, hogy így ez izé, ezer dolláros boroknak a kritikájához próbálnak megfogalmazni gondolatokat, és így, ha nem lóg a szánkban a, izé, a mod, a akkor így kávé el is lehetett volna adni magunkat ilyen izé, szomeliéknek, vagy fogalmas. Tehát ez nagyon tetszett benne, hogy úgy lehetett tovább vinni a dohányzásnak a a szociális vonalát, hogy, hogy egy új élménnyel gazdagodt Mondjuk van egy ilyen nagyon skeptikus barátom, ő mindig csak a tömény és nagyon megmondós euh, dolgokat szokta oda velőzni az ember orra, a lányot mondott, hogy én biztos, hogy nem, mert olyan, mintha robotot szopnék. <gül> aztán <laughs> <laughs> aztán kacagtam rajta, hogy jó, végül is, igen, de hát 21. században élünk szerintem már nem olyan nem olyan sokban. ciki robotot szopni. Igen, nem, nem olyan, olyan túl sok van hátra, amikor ez már nagy nagyüzemi méreteket fog velteni, mert robotokat És... simán lehet szopni. Röviden ennyi. Ez megdöbbentő, hogy ennyi évvel később sem kopott ki a köztudat bizonyos bugyraiból ez a robot szopásos megszólalás, aminek akkor sem volt értelme, amikor ezt először kitalálta valaki, de hát se baj. Jó, meg, meg, végül is igen, mert robot, mert gép, mert szopás, mert egy fallikus szimból, de, de egyébként a analóg is egy fallikus szimból. Jó, tök mindegy. Neki ez volt az a csattanós érv, amivel le tudta magára rázni a úgymond ilyen térítési kezdeményeket, sőt érzéketető hogy meg se próbálja senki téríteni. Én egyébként őt mindig is tiszteltem ezért, hogy, hogy ha ő fejébe vett valamit, teljesen következetesen végig vitte, ezt lehet mondani makacságnak, vagy nem tudom, de hogy ő nagyon az elvek ember, ő elhatározta, már pedig dohányozni fog, és kész. Semmi. Egy szó nélkül, prüszkölés nélkül fogja a élete végig a tüdőrákig, vagy akármeddig vinni az életébe, amit csak kell. Ő egy ilyen ember. Az ilyen ember hát... mindig gondolj vissza, mikor, mikor, mit tudom is, én a Vatikánban voltam két hete, és szembe jött velem egy, egy idős pár, és megkérdezték, hogy merre van a dom én meg mutattam nekik, hogy merre van, nagyon szépen köszönik, ballagnak tovább, és a kis Tata tulajdonképpen nem is az utazó táskáját, hanem tudod, egy ilyen utazó táskában levő oxigén palack az orrára, hát szegényként biztos <több> többet szívott a kelleténél. Tehát az a része már azért nem olyan fani, mikor? Hát, mikor uh, igen, hiányos igen. plána, hogy mivel én egészségügyben dolgozok, ráadásul magyar állami egészségügyben, ami egyébként is öregség ropog. És Tehát már önmagában egy kihívás, igen. És az a, és az a pár hülye <hül> tartja még össze, mint például én is, aki még nem menekült el külföldre ötször ennyi pénzért, és hogy még pluszba. Tehát, hogy a dohány, tehát nem csak a dohányzás, az öreg, tehát az a lényeg, hogy ennek mind meg fogja inni a levét a én munkám is, bár nem közvetlenül dohányosokkal dolgozok, de hogy így egyébként nagyon érdekes, hogy egy 40 ágyas egy országos intézetben dolgozok, és egy 40 ágyas osztályon vagyok szakápoló, és hát ezen a helyen már több mint hat éve vagyok. És azt kell, hogy mondjam, hogy amit látok évről évre ilyen keresztmetszetet, az egy nagyon tök jó reprezentatív mintát ad arról, hogy ami az egész ország, csak kicsiben. És hogy ezt így, nem csak egészségügyileg, de szociálisan, gondolkozásmódilag minden, hogy így megérni, így, így érdekes. És azt kell, mondjam, hogy sajnos ez a grafikon lejt, tehát hogy nincs mese. Nem tudom szépíteni, hogy ez egy ilyen átmeneti valami. Lejt, lefelé tendál és kész. Egyre kevesebbeknek a munkájából kell fenntartani, most akkor maradjunk szűken itt jelen esetben, egyre kevesebb egészségügyi személyzet munkájával, egyre több munkájával kell ellátni az egyre növekvő és egyre súlyosabb beteganyagot. És tegyük hozzá, hogy Fifi, Krisztián, ez az, ami, ami ellen megy a mi törekvéseinknek is évek óta, nem bajbazd meg, az a lényeg, hogy fogjon a cigaretta, hogy fogjon a nikotin, illetve a dohányzás megszüntetésére általuk jóváhagyott termék, értsd, tapasz, rágó, anyám nikotin spré meg a faszom tudja, de az elektromos cigaretta nem jó tetszik érteni. Tehát az, ami, ami így... Tehát te próbáltál például MP leszokni bármi más módszerrel? Nem. Tehát neked ez volt az első. Sőt, egyszer volt egy olyan beteg, aki hozzánk került, és ő használt nikotin tapaszt, és sokáig hozta be neki a család, a hozzátartozója a havi vízi adagot. És egy idő után már nem rakta föl magára, most mindegy, hogy miért, és elkezdett felgyűlni, és amikor a beteg elment, és ott maradt egy több hónapnyi nikotin és biztosak voltunk benne, hogy azért úgyse fog visszajönni senki, tehát úgymond szabad a rablás alapon, vihettem volna, meg nem csak én, csomó mindenki, vihet, szerintem ki lett dobva a kukába, vagy, vagy, lehet azóta is ott van valami fiók mély, de meg se fordult a fejemben, hogy nekem a nikotin az alternatíva. Figyelj, gondolj bele, hogy én, én igazából szoc, szoc, na, egy nagyon szociális ember vagyok, és gondold el, amit előbb mondtam, hogy amikor elkezdtem a szomszédommal a teraszon, a vépelés közben ízekről, meg aromák, stb. beszélni, hogy két tapaszos kimegy a teraszra. <laughs> te, te hova <laughs> szeretett tapasztalni. <laughs> <laughs> Próbáltak <laughs> már a füledben, sok <laughs> Mi az Úristen élmény köthető így ehhez? Ez, én a múltkor aláraktam egy egy csapágygolyót. Isteni volt. Én nem mondom, hogy azzal lehetetlen, vagy hogy bizonyos helyzetekben nem tud segíteni, de hát szerintem olyan... Nem, kis, nem egy vonzó alternatíva. Nem egy vonzó alternatíva, és igazából szerintem pazarlás, mert minimális hatékonyságúnak érzem ezt a megészetet. Így arra, amit az előbb mondtál, meg aztán Charlie reflektált rá, hogy igen, ez az észbontó ebbe, hogy van, van a magyar egészségügy, most olyan, amilyen, de van a magyar egészségügy. Van a magyar népesség, meg van a magyar egészségpolitika. És ugye mind a magyar egészségügynek, mind a magyar népességnek, meg úgy a magyar államnak is az lenne az érdeke, hogy ami lehetőség van arra, hogy a dohányzás szövődményei és a dohányzáshoz köthető megbetegedéseket csökkentsék, bármennyivel, tehát minden egyes ilyen lehetőség megragadása igazániból érdeke lenne, mind az államnak, mind az egészségügynek, mind, mind a magyar lakosságnak, tehát az egész társadalomnak. És ez, itt van az egészen szemben egy egészségpolitika, nevezetű szörnyű dolog, ami, aminek igazándiból azt gondolná az ember, hogy ezekkel így párhuzamosan egymást erősítve kellene az egészségügyjel, meg, meg így a, a társadalmi érdekekkel dolgoznia, hogy javuljon valami, és nem, Tűzzel, vassal, hazugsággal, mindennel próbálják lebeszélni az embereket arról, hogy éljenek egy olyan alternatívával, amivel érdemben vissza lehetne szorítani, basszus, a, a dohányzás hát szövődményeit. És itt és felfoghatatlan, hogy ez, ez hogyan. Én nem tudom, tehát én viszonylag már régóta nem követem a, a big picture-t pedig egy volt egy idő, amikor így, már nem csak ebben a témában, hanem így, hogy mi történik a nagyvilágban, meg hogy milyen érdekek mentén, meg milyen iparágok mentén, milyen érdekek mozognak. De hogy most ez nem tudom, ez a dohány lobbinak a eredménye, vagy ez valami speciális magyar... Nem, nem, nem. Ez nem. költségvetés, nem. Egészségügyi, félhetés, egészségügyi, vagy... egészségügyi igen, 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 ahogy Fifika mondja leginkább ez. Ez, ez a legmegfigyelhetőbb, mert hogyha mondjuk egy ilyen WHO-kaliberű, mindenhol igazándiból, ha megfigyeled, és nem menjünk el nagyon messzire az összeesküvések ingoványos talajára, de abszolút á á szinte általános az a jelenség, hogy azok ágálnak a legjobban az elektromos cigarettázás ellen, akiknek a karrierje, a szakmája igazából a dohányzás visszaszorításával kapcsolatos. És ők nem akarják elereszteni a, a státuszkvót, hogy ők azok, akik majd megmondják, hogy hogyan kell megoldani a dohányzás problémáját, és ők képtelenek egy kicsit is bármiremi rugalmasságot felmutatni, hogy mm -hmm. azt is akkor figyeljük már meg, hogy, hogy akkor ez most tényleg olyan, mint, mint amilyennek képzeljük, vagy sem. Pedig ez lenne a dolguk igazából. Én azt mondom egyébként, hogy ha szigorúan vett egészségügyet nézzük, annak ugye elég sok rétege meg szertágazó része van. A bekerülő kapunál lenne érdemes leginkább kampányolni, nem tudom kinek, nekünk, vagy nektek, vagy az aktivistáknak, csak úgy nagyon nehéz őket megszólítani egységesen, mert nagyon el van aprózva, és nagyon differenciált ez a társadalom. Még kérlek szépen, hogy pedig a házi orvosokról, házi és család beszélek. Igen, uh, MP, uh, bocsánat, hogy közbevágok. Volt egy, volt egy ilyen beszélgetésünk, és nem házi orvosra volt igazából, hanem a az államtitkár úrral. Ö, tolmácsolnám, vagy megint szabó családosítom a beszélgetést. Én uh -huh. vagyok az államtitkár úr, Krisztián, te vagy Krisztián. Te saját magadat Jó. alakítod. Rendben. Államtitkár úr, államtitkár úr, lehet egy kérdésem? Ö, persze, mondja, de sietek éppen kifele. Ö, rövid leszek. A kétség szikrája sem merül fel önökben azzal kapcsolatban, hogy valami óriási hibát követnek el, amikor a szakpolitikai összefoglalójukat néhány nap alatt abszolút a néhány civil. Értsék meg, ez mind a dohányosok érdekében történik. Nem, nem, nem dohányzó. dohányzók. Nem, érdeké, nem dohányzók védelmében történik. De hát de hát államtitár ne rakodjon, úr. egy kérdésről volt szó és uh, MP ezt úgy képzelde hogy ez tehát ez nem geg, ez így történt meg a, a, nem a parlamentben, hanem a képviselőkházában egy, egy <tosz> Az szakmai ülés után megállítva a folyosón azért uh, keveredtem bele, mert ugye a dohány, én mindig a dohányosok védelmében szóló törvényen uh, agyalok és, és ezért keveredett be. Ami nincs. A... Ami nincs egyébként. De ők a dohányosokat próbálják úgy védeni, illetve a nem dohányzókat védeni, tehát nekik a dohányos is nem dohányzó, meg a nem dohányzó is dohányzó. Hát, hát figyelj, Charlie, a politika mindig úgy működik, hogy a legegyszerűbb politikai rugózat és, és, és legegyszerűbb mechanizmus a, a ellenségkép generálás jön a politikus, és az ellenségtől meg kell védeni a, a, jó választó polgárt, hiszen ezért választották meg. Itt jelen esetben, itt piciben, makrovilágában vizsgálva a dolgot, itt a nem dohányzó a egyértelműen jó, a fehér, a, a tökéletes, a szent, a dohányos, a, a gonosz, az ellenség kép, akitől meg kell védeni, van a fekete, van a fehér, egy nagyon egyszerű rugózatra felhúzható politikai kommunikációt le lehet húzni ebből a zsigerből, és igazából lehet sem intelligencia, sem komoly észfunka, sem komoly uh, kisugárzás nem kell, hogy. hogy hát az ember olyan szempontból majdnem. nem jó mondod, amit az előbb mondtam, nekik a dohányos nem dohányzó, a nem dohányzó dohányos, tehát nekik a fehér a nem dohányzó, nekik a igen, fehér igen. a dohányzó, mert annál nagyobb pénz nincs, mint sem, hogy bevételt szerezzenek egy a költségvetésbe a jövedéki adóival, adóikkal, illetve később majd, mikor rászoruló lesz, akkor pedig a gyógyszerekkel, és egyre inkább azt látjuk a, az utóbbi 1-2x év kommunikációjában, hogy már pedig ezek az alternatív egészség megóvó, vagy egészség megőrző vagy egész, egy ártalom csökkentő eszközök, mint például az elektromos cigaretta, na ez az igazán fekete. Ez az igazán fekete, és ezt meg lehet figyelni. A, a busz megállóban álló tudatlan nénikékről, vagy esetleg azokról a dohányosokról, akik miután elszívták a cigarettát ö, fönt mondjuk a tetőteraszon, elnyomják, majd elmennek melletted, és ha véletlen rájuk száll a nagyon finom illatú málna, ananász, vagy bármi más gőz... Elkezdenek így, limbózni. Így, igen, így elkezd basz meg limbo meg hintózni, meg kikerüli, hogy oh, oh, ezt, ezt hallottam, hogy károsabb. Hatalmas sikersztori ez a, az Emminek, meg a Nefinek, meg az összes ilyen elbaszott gitegyletnek, hogy sikerült azt elérniük, hogy nem csak, hogy tudatlanul, de már undorral és ö, megvetéssel néznek ránk az emberek. Mert nem tudják, mi, mi ez, mi? és sikerült tudod, bebeszélni, mit hogy ez károsabb. föl? Igen? Tehát tudod, mit fedeztem föl, hogy amikor engem láttak, nyilván. Én nem csináltam ebből túl nagy problémát, egyébként sem vagyok egy túlgátlásos ember, hogy. Azért néha észrevettem azon emberek arcát, akik engem láttak, miközben én mondjuk az utcán használom a ecigit. Ugye nekem az a téglalap alakú módon van, még véletlenül sem, vagy messziről sem emlékeztet a ecigire egy olyan ember szemében, aki tök naib és laikus. Na mindegy, hogy olyan, mintha szipuzna a csávú. Tehát ezt látom az arcukon, hogy hogy ezt gondolhatják valószínűleg, hogy úristen, ez szipus. Pláne, hogy ott van az a pattogó, budgyogó hang, és egy fekete téglalapból szív ki valamit, hogy ez szipus, és igen, ez az undorra, ez a ez a értetlenség és az undor között valahol így, így jut a... Én csipogok? Vagy be... ti csipogtok valaki? Ja, bocsánat, elfelejtettem. El, Elfelejtettem izé kikapcsolni a telefonomat, azt csipogott a műsorba, bocsánat. Amatőrizmus level egy millió. Ja, jó van már, bakkér, most dolgoztam le 14 izé órát. Na, itt vagyok, Jaj. itt vagyok. Na mindegy, igen, ezt az undort, ezt én is észrevettem már mások szemében, és ő meg ilyenkor büszkeséggel és elégedettséggel szívja tovább a saját analóg Na, mindegy, jó, tehát én, én ezen csak úgy magamban mosolyogok, tehát, hogy van igen, ki... nem, nem szabad, hogy a buta gyöpös emberek véleménye befolyásolja ezeket a dolgokat. Ja, persze. M még akkor sem, hogyha mondjuk egy minisztériumban dolgoznak, bár ott nyilván könnyebben akasztják meg a fejlődés kerekét egy darabig. Ja. Egyébként meg tudod, mint gondolkoztam még? Sőt, volt téma valakivel. Tehát volt egy minimális... Uh, úgymond ilyen missziós tevékenységem nekem is, akivel olyan helyzetbe kerültem, akár online is, uh, chat vagy beszélgetés közben, hogy rá tudtam kanyarodni erre az egyszigi témára, és úgymond mertem ajánlani neki, meg, meg ugye mondtam róla pár dolgot. Volt, aki úgy érdeklődő figyelte, volt, aki elvől elzárkózott, és azon gondolkoztam bakker, hogy a női ismerősöimnek száz százalék, hogy ezt nem fogom tudni, úgymond nem most, hogy úgymond beadni, vagy, vagy, eladni, vagy ezt az érzéshez ez tök jó, próbált ki, hogy én azon is elkezdenék filózni, hogy hogyan lehetne esetleg az a női dohányosok számára valahogy vonzóbbá tenni. Azt kell, hogy nem, nem tudom, nem értek a szociológiájához ehhez, de Szerintem a e nagyon-nagyon nagy része, túlnyomó részt férfiakból áll. Ezt jól gondolom? Hát, hm, én ezt így nem mondanám. Szó-szó. De... De, hogy túlnyomó, túlnyomó hát részt. Ne, Több a figyákat, férfi. Ha nézem, akkor ilyen 65-75 százalék körül van a, a, mondjuk a YouTube én... csatornának a feliratkozói között a férfi. Aha, én még, én még esetleg ennél uh, még inkább a férfi irányba eltolva gondolom Magyarországon legalábbis, hogy tippeltem volna. De ugyanakkor az analóg cigarettánál még egy nagyon kevéssel, amennyire tudom, a nők még többségben is vannak dohányzás kapcsán Magyarországon. Például mm. minimum mm. fele, de minimum fele, -fele. Uh, Hogy, hogy vajon mi teszi ezt az arányátolódást A nőknek a kevés... Tehát a nők kevésbé lennének fogékonyak a technikai újdonságok. Vagy, igen, vagy, vagy, vagy jobb, kütyű, vagy kütyű, igen. Kütyű, igen, vagy pedig jobban adnak az olyan arckifejezésekre, mint amiről előbb beszéltem? Tehát jobban félnek attól, hogy megítéltetik őket, mert az utcán egy ilyen robot fast szívnak, vagy érted? Hát lehet, Visz... hogy ebbe benne van a női híjúság is valami. Így van, így van, és hogy ez, ez szerintem nagyon-nagyon sokat számít, és nem akarom ilyen szintre levinni ezt a leegyszerűsítést, de mint ahogy a diszkókban is, ha kiírják, hogy a lányoknak ingyen, akkor a fiúk majd mennek. Tehát, hogyha a női dohányosoknak vonzóvá, vonzóbbá tudnánk ebből a szociális aspektusból fogékonyabbá tudnánk tenni a e-cigarettázást, akkor, tehát lenne úgymond egy ilyen nőies véper karakter, vagy ideál, vagy ilyen fogóckodó pillér, akkor lehet, hogy nagyobb arányba tudnánk a nőket ebbe bevonni, és igen, leegyszerűsítve, ahol több a nő, ott több lesz a férfi is, tehát, hogy az így búsztolná a dolgokat. De ez csak egy ilyen elmélet, nem tudom, hogy mennyire igaz, mennyire nem. Ez ilyen józan paraszti észből felállított kis MP-féle elmélet. Végig kell, nézni nézzel. a... <coughs> Bocsánat, végig kell nézni az Instagram csatornákon, hogy hány amerikai ellikvid, meg készítő... De itt most a magyar helyzetről Persze, csak el, hogy, hát. hogy, ott, ott ugye ez a tipikus big boobs, meg, meg a félmeztelen Csí csajok igen, igen. fújják a gőzt, és akkor és akkor ők ezzel adják el. Tehát igen, csak itt viszonylag nem akarok senkit megsérteni, de kevés olyan extrovertált nő van, mondjuk szénné tetoválva, aki egy cigarettát szív, és Uh, hazai, egyébként ellehetetlenített kereskedő termékét így tudná um, reklámozni. Nehéz. Nehéz, de Már én de... el tudnám viselni mondjuk ilyen csajokat nézegetni itthon is, igen, a busz mondjuk. Igen, itt a Egy május 20-a fönnálló helyzetben ez nem annyira megvalósítható. A másik meg, hogy, hogy kipróbálják meg ilyesmi, hogy, hogy működjön is, hogy ne csak az legyen, hogy, hogy kipróbálják. Tehát a, a, a tapasztalatok alapján, a saját meg mások tapasztalatai alapján ahhoz, hogy működjön is, tehát eléri a célját az elektromos cigaretta, és abba adja delikvens a delikvens a dohányzást, ez ennél egy összetettebb probléma, mint hogy hajlandója kipróbálni. Tehát ott kell egyfajta kíváncsiság, kell egyfajta nyitottság, kell egy nagyon nagy adag elhatározás, és amíg, amíg ez ahhoz, hogy ez működjön, ha ez nincs meg, pusztán egy ilyen marketing pool van a, a, a dologban, akkor nem fogja elérni a, a célját. És így, nyilvánvalóan a forgalmazók, az amerikai forgalmazók, azok ezekkel a csinos modellekkel reklámozzák, ezeket az egészet, hogy növeljék a, a, az eladási volument, de hogy a, az egészségvédelem és az ártalomcsökkentés szempontjából meg ez édeskevés, mert lehet, hogy vesz egyet, és aztán abba fogja hagyni, mert igazából nem nem a megfelelő indítatásból nyúlt magához a készülékhez. Aztán persze lehet, hogy itt is van áthallás, és aztán rájön, hogy jó, meg ilyenek, de hogy ahhoz, hogy ez tényleg hatékonyan el tudja látni a feladatát, és szorítsa vissza az elfogyasztott dohánytermékek mennyiségét, az sokkal egyéb komponens, sokkal több, fontosabb komponens is van ebben, mint a vizuális uh -huh. holmi, hát, meg az ivararány szerintem. Meg hogyha azt is számításba veszük, hogy... Hát ez sem egy, egy szent grál. Hát ez sem olyan, hogy én idáig, azt mondom neked, MP, nem tudod, Krisztián, aki az előbb beszélt, ő napi 4-6 doboz cigarettát szívott. Hogyha... Már sem tudom képzelni, hogy ez hogy lehet. Mária, Mária, tehát Mária. az Mária. Egy no egyik, tehát nem, egy nap 24 ez, ez akkor volt, amikor nem bulizott. Amikor bulizott, akkor mennyit szívte Krisztián? átlagosan négyet szívtam el egy nap. Egy átlagos nap négy elment. Ha buli négy volt, doboz. pókeres este volt. A este volt, az még négy. Érted? Nyolc. Te kérek Érted. egy csík cigit, ez már talán kihúzza. Na, szóval Nem, reggelre marad egy-két dobozzal igen. belőle. Igen, tudod, a kávéhoz marad két doboz. Szóval ez ah. sem a szent grál, hogyha találkozol olyan emberrel, aki nincs motiválva, az pont olyan, <kül> minthogyha, sőt, úgy mondom neked, hogy ez egy picit könnyebbé teszi az akarat erős leszokást a hagyományos cigarettáról. Mert hogyha valami gáz van, akkor oda tudsz nyúlni, és bejutatod a szervezetedbe a nikotin. De ehhez is kell az elhatározás, a, a, a pillanatnyi sikertelenségen való átjutni hajlandóság, tehát mint például a kollégám elkérte a Skype-omat, a hangoutomat, a telefonszámon megvan neki, hogyha bármi gond lenne, mert ő megy Amerikába, és előtte két napig fog itthon vépelni, tehát, hogyha valami van, akkor csöröghete, csörögjé. Másnap csörgött is, hogy szörcsög. Csináld azt, hogy kinyitod a levegőt, fejjel lefele fordítod, megfúj, és csöppenni fog. Ú, tényleg, tényleg, ú, de jó, akkor már ezt is tudom, és repülőgépen fejjel lefele, szóval tehát neki is kell valami ö, kapaszkodó. Ö, ha az ember az is tökű egyébként, mindig ezt olvasom, hogy én 20 éve letettem a cigit egyik napról a másikra, oké, okay. hát ennek nagyon szépen ö, ö, gratulálok és örülök neki, de nekem nem ment volna, mert volt ilyenem is, nem ment, 8 hónap után visszavettem, ö, viszont ezzel 5 éve nem gyújtottam hagyományos cigarettára. Mert ha voltak olyan pillanatok, amikor ideg, vagy stressz, vagy bármi miatt odanyúltam volna, és ezért mondtam neked is, tehát neked is lesz biztos egy olyan pont az életedben, ha nem egy hét múlva, akkor két hét múlva, egy hónap múlva, hogy ö, az a mozdulat, sodrás, szívás, megnyugvás, uh -huh, ez fog hiányozni. És ha akkor van egy elektromos cigaretta, akkor abba beleszívsz. És ezt mondta egyébként a kollégám is, hogy azért is nagyon jó, hogy van ez, mert neki rengetegszer van, hogy följön a tetőre és csak kettőt szív bele, utána már nem esik jó de már meggyújtottam, már akkor elszívom. Ezzel meg följön a tetőre, ugye mert hát a nem dohányzók védelmének érdekében a törvény úgy fogalmaz, hogy takarodják ki a dohányzók közé. Szóval följön a tetőre, beleszív kettőt, hármat, hm, ennyi elég volt, megyek vissza. Tehát... Ö... Én ezt értem, tehát nem is ringottam magam semmiféle ilyen illúzióba, ja, nem, 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 például nem, nem. annak ellenére, nem. hogy hat napja nem végbelek, <kül> hordom magammal, és egy tapottat sem megyek nélküle sehová. Nem, nem is arra akartam kiukadni, hanem ami, amiről beszéltetek itt Mujóval, hogy hogy azért kell emögé vagy egy ember szapportként, vagy a maga az ember, aki használja elhatározásként, hogy jó, a cigarettát leteszem, és ezt használom, de, de egy kis fogékonyság a, a gadgetek felé, egy kis fogékonyság a felé, hogy, hogy hogy cseréljek ki valamit benne, ha meghibásodik. Motiváció, megoldás keresése. Nagyon Igen. sokan vannak, akikkel én találkozom, akik kipróbálják, és ha, ha nem épp azt az élményt kapják, amit 100 százalékig betalálna arra a helyre az agyban, ami, ami kielégíteni fullosan, akkor, akkor nem elégedett a, 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 készülékkel, és meg se fordul a fejében, hogy, hogy lehet, hogy nagyobb teljesítményen kéne, lehet, hogy egy másfajta kazánnal kellene próbálkozni, vagy lehet, hogy másfajta likviddel erősebb egyengébe. Tehát itt azért az elektromos szigarettában mind az ész, mind a teljesítmény, mind az ízek, mind a nikotintartalom, tehát lényeg az összes paraméterében, a méreteiben, tehát nincs olyan paramétere, amiben ne tudnál legalább 15 vagy 20 féle variáció közül ö, ö, választani, és hogy ekkor, amikor valami nem klappol, ne azt mondja, hogy ah, ez nekem igazándiból nem vált be, nem volt rossz, de nem, nem, nem volt százszázalékos, hogy meglegyen az a motiváció, hogy basszus, valahol ott van az a századik hiányzó százalék, amivel tökéletes lesz, és, és, és keresse meg. És teszem hozzá egyébként, ugye sokszor mondtam, nekem is volt olyan kollégám, aki Ah, nekem jó az a kis vékony, meg mit tudom is én, meg hát mellette szívom még az analógot is, de akkor neked nem jó. Tehát nem jó, mert mert szívó. tehát megvan még az igényed a kettős felhasználása. Igen, a kávé mellé reggel, figyelj, ne mondjál semmit. Ez a likvid szerintem neked gyenge. Próbálj ki egy erősebbet. Próbálj ki egy másik készüléket. És utána nem is erőltettem, mert nem, ez nekem jó, ez Jó, oké. Okay. És utána fölhívott három vagy négy hét múlva, hogy kéne neki erősebb likvid, megnézd, azt vettem, hogy ott volt az új készülék, ott volt az erősebb likvid, szívta, és ö, mikor leg legközelebb találkoztunk, képzeld, a kávéhoz sem szívok már cigit a reggelihez. Ahhoz. Na, látod? Ennyi hiányzott neked. Tehát, már hogy neki. Ö, tehát ennyi, ennyi. Sok a változó az egyenletben, meg kell találni mindenkinek a a saját magának megfelelőt. Lehet, hogy neked az jó volt most, ami volt, de ha jönne egy kis és akkor még mindig tudsz mihez nyúlni. Jó, ja, jó, ja, jó. Ja. Én egy dologra lennék kíváncsi, ha már uh, így uh, mikrofon végre kaptunk, hogy uh, így a dohányzás után mi volt az az íz, ami úgy uh, Megfogott, hogy azt mondtad, hogy na, ezzel el, el, el tudok már lenni. <kül> Ezt nem teljesen értem most így, hogy a dohányzás abbahagyása után... Után, amikor elkezdtél elcigarettázni... Igen. Mi volt az az íz, ami, ami tetszett? Ami likvidnek az ízére igen, 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 hirtelen azt hittem, hogy arra célzol, amikor már jöttek vissza az ízek. Nem, nem. Hát nézd, most nem tudom, Charlie, amikor átadta nekem a készüléket, adott mellé, hogy négy-öt ilyen tégennyi cuccot. Én alapvetően azt vettem észre, hogy a gyümölcsösök jöttek be, abból is a hatos, hármas, inkább hatos, mint hármas, de volt közte hármas, és hatos erősségű hát a Most nem tudom, lehet márkákat mondani itt, vagy mit? Konkrét hát a, az ízeket mondhatod egyébként, Fifika a itt voltak nagy részt, úgy, hogy... Ja jó, oké. Okay. Köszi. A... Charlie mondta, hogy á, odaadtam neki az összes szart, ami már nem kell. Igen. A mangó, ananász, a dinnye. de azt hiszem a dinnye volt, a, a witchcraft dinnye volt a, az nem, leg... Az pont nem az övé volt, igen. Igen. A, a, a witchcraft volt az, amire azt Tudjuk, hogy Köszönjük, na, hogy igen, velünk ez voltál. <laughs> ez, igen, hogy ez beszarás, ez nagyon Na várjál már egy picit, várjál. Adtam neked az én méregdrága drága málnámból. És azzal mi a tök van? Hát az középmezőnyre. Nem, közé... a... A... Na figyelj, a ne, haragudj, ne haragudj, letelt az adatmennyiségem Most pont... zene jön, most zene jön. A helyes, erre egy helyes válasz van, az annyira jó volt, hogy olyan hamar elfogyott, és aztán nem volt pofám kérni többet, mert neked is biztos vagyunk. Ez ne... az egyetlen egy helyes válasz van. Azért erre. volt a -a. neki az középmezőny, mert hármas volt az én málnám. Lehet egyébként, lehet. lehet. Uh, Fifika szerintem igazából uh, ne, nem tételes beszámolót vár, hanem magát ezt a. Tehát akkor, akkor igaz, tehát, mert nekem mindig az a, az a fixa ideám, hogy egy dohányosnak dohányízek jönnek be. Először, nem, aztán. figyelj, akkor gyorsan összefoglalom neked pár mondatban az egészt, amit az ízvilágról így megtanultam, így a pár hét alatt. Próbáltam a gyümölcsöset, azzal kezdtem, bejött. Utána a kollégám, aki a, a do, dohányos uh, ízeket kereste, ő abból vásárolt likvideket, kipróbáltam én is, és azt hittem, hogy utána hum, sokkal jobb, mint a gyümölcsös, és azokat szívtam egy hétig mondjuk. Uh, nem tudtam túl sokáig szívni, mert ő viszont ilyen 18-as, meg 24-es pögyiket uh, vett, de azért kipróbáltam. És hm, tök jók, főleg ezek az édes karamellizált dohányizék jöttek be, az édes szájuk dohányok. Aztán én menet közben ő is rájött, hogy neki se ízlik annyira ez a dohányos izé, Á, mivel nem nagyon lehet itt utol, nem nagyon lehet utánozni igazából a füst, dohány ízét, ezért fölösleges az a hamis, témán van basszus most. Basztán. hamis illúziót kergetni, hogy most akkor emlékeztessen már a gőz íze, és visszatért ő is a gyümölcsösre. És neki is azóta is, hogy ugyanúgy erős 18-as likvideket szív, de hogy gyümölcsöseket. Arra is rájöttem, hogy például most már vettem alaplötyét, hogy például egy csepp mentol, kiemeli a legtöbb gyümölcsös íznek a legtöbb részét. lassan szeretnék foglalkozni keveréssel, Én csak egyelőre még nem volt időm így bevásárolni alapanyagokat. A, -a alaplötyit azt vettem hármasat, meg hatosat, de hogy aromákat. Olvastam itt ezt a diacetil dolgot, meg stb. Addig gondoltam, nem veszek aromákat, még alaposan utána nem járok. Nem kell nem kell dolognak. ennek semminek utána járni. Kettő darab. Attoz, azok, Azoktól a gyártóktól kell venni, igen, amit mondtál, akik egy... garantáltan diacetilmentesek. Igen, az egyikkel itt beszélgetsz, nem velem, segítek. Aha. A másikat meg majd privátban megadom neked a weboldal nevét. Aha. Egyébként nagyon jó, amit mondtál, hogy azt az ízt kerestétek, ami a, a hagyományos cikiben, és és mindig erre azt kell, hogy mondjuk itt hármunk, hogy... Hogy se Nem fogod megtalálni, mert ott igazából nincs kátrány ízű leves. Nincs, nincs, hát nincs éget papír. Ezt, ezt azért cáful, nem, várja, várja, Fifika, várjál. Tehát nincs ez a ez az éget papír ízű likvid, és azt kell mondjam, hogy de most is hazudtam, mert a századik podcasten elkészített Fifika egy egy jubileumi ultralimitált kiadású Pilvax edition ami kinyitottad, és olyan szaga, ezt azt kell, hogy mondjam, hogy szaga volt, szaga. mint Igen. a hamutartónak bazd meg, amiben benne van 15 <laughs> darab csik, és nem hiszed el, de tényleg olyan szaga volt. Te azt mondta, hogy ez kell nektek, olyan, mint a cigaretta, olyan lesz, és, Tessé. olyan, és olyan volt. Tényleg olyan szar volt a szó nemes értelmében. Ö, tehát ilyen is lehet, de, de ezt mindig elmondjuk mindenkinek, hogy olyat sosem várjon ettől, tehát itt nem lesz benne éget papíriz, meg nem lesz benne é... Ha azt mondanám, mint ahogy én csináltam, hogy szívtam már két-három hónapja az elektromos cigit, és utána a számba vettem egy hagyományosat, és na akkor érzed meg, hogy mi az, amit te dohánynak gondolsz. És akkor érzed meg ezt az éget papíri meg ezt a, ezt a szar, keserű, kátrányos ízt. És akkor Igenem. teszed föl magadnak a kérdés, hogy ezt szívtam, bazd meg húsz évig? Minek? Igen, az a rohadt csalóka, hogy a, amíg az ember dohányos, meg a amíg még kettős felhasználó, tehát amíg még fogyaszt, addig megmarad a, az az átalakult érzékelés a, 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 a szervezetében, hogy nem azt érzi, hogy az milyen valójában, hanem a már hozzászokott szervezetének a, 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 a benyomásai érik. És így most a debreceni kutatás kapcsán, ugye több mint öt és fél évet kiadtam, borzalmas, porzalmas. egész egyszerűen elmondhatatlanul rossz. És ezt ez nem lehet visszaadni. De az igazán érdekes igazából nem is ez szerintem, hanem az, hogy viszonylag rövid idő leforgása alatt te, mint felnőtt férfi, dohányos ember, megtaláltad a számításaidat a gyümölcsös ízekben. És hogy ezek működtek, és, és, és lehetővé tették, hogy abba tud hagyni a dohánytermék fogyasztását. És akkor jön megint az egészségpolitika, és jön ezzel az elmebeteg baromsággal, hogy az ízesítéseket be kell tiltani, mert azokra nincsen szükség egyáltalán, és ízesítések nélkül meg amúgy is olyan íze van az elektromos cigaretta gőzének, mint a cigarettának. Hogy ez így mi van? Mi, 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 mi? Azt el kell mondjuk MP-nek, hogy, hogy annyira felkészült szakemberekkel ö, kommunikálunk, akik azt gondolják, hogy ha nem raksz ízesítést a, az elektromos cigaretta folyadékba, tehát gyakorlatilag az alaplevet szívod, akkor annak dohány íze van. És, mm. és ha Ti ízesíted... ismertek egyébként olyan politikust, ö, vagy döntéshozó, ö, döntéshozatali közelségben lévő szakembert, aki használ ilyet? Igen. 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 A politikust ismerünk, döntéshozót nem, sajnos nem olyan időket élünk. <laughs> Igen. Igen. De Igen. említhetjük, név szerint is, tehát Szávai István képviselő úra jobbik háza tájáról, aki egyébként. Egy hatalmas stand-up keretében, még a házban is felszólalás közben megmutatta, hogy itt pedig ez az elektromos cigaretta, és így működik, amit itt is szívhatok, mert nem égéssel állít elő semmit. Tegye Be le azonnal és, és abban a pillanatban <laughs> kongatták. Tartózkodjon a képviselő úr az ilyen magatartástól, mert a következő rész! búcsú. Szemléltetéstől, a szemléltetéstől. Szemléltetés De én egyébként úgy tudom, hogy a parlamentben lehet cigarettát vagy dohányozni lehetett egy oh. helyen, de hát ő ezt a házba. tehát a patkóban... Ja, ö, bent az ülésteremben. Ülés, hát, ülés mondja, teremben, persze, igen. hát ja, ott értem. a látványos aha. a stand-up, igen. Ja, úgyhogy van, van, van. Ja. Igen, ő már egy éve tolja az ügyet. Uh -huh, uh -huh. Ja. De figyeljetek már, ö, egy óra húsz perce megy a beszélgetés vonala, Mi lenne, hogyha egy kicsit... Belemennénk a szokásos show is akkor, és akkor meglátná MP, hogy nálunk hogy megy a beszélgetés, sőt, bele is tudna kérdezni akkor, mert egyébként vannak olyan témák, amik talán még érdeklik is őt. Persze, persze. Na jó, menjünk, Cs Na, persze, csináljuk. Csapassuk akkor. Az első, amit én beraktam, az az égetjük csak nem úgy nevezetű klasszikus, és ö, természetesen a hazai bulvár médiából szedtük ki, illetve szedtem ki, mert egy mondat... Ö, ragadta meg a szememet. Ugye körbe járta a 14. hó 30. hír, az elektromos cigivel szoktatna le a dohányzásról a Philip Morris. A Philip Morris. Bemutatták az iq t egyébként. Hát ez a... Megint körbe stand a világot egy már ismert technológiával. És le van írva egy... Inden... És, és megint kurva pontatlan a sajtó. Is, is. <laughs> és... Ö... Leírják, csak elfelejtették odaírni, hogy ez a Billion Lives-ról szól. Egy milliárd halott száz éven belül. Tehát már, már a Philip Morris is Éronéknak a, a film címével kampányol. <laughs> hogy ami... <laughs> kérdezzek már bele valamit, mondták, hogy kérdezhetek, hogy ezt a filmet egyébként én nagyon szívesen megnézném, hogy Ugye moziban nem adják. Azt az hittem, az az honnan lehet letölteni. Ne, ne, ne. I igen, ne. hogy Linux lehet venni Linux nem, nem, nem. Linux izo formátumban valahonnan, vagy hogy működik egyébként? Nem, ez? hát ez úgy működött, hogy, hogy díszbemutató, premier, és Igen, bemutató. azt követtem a Facebookon. Igen. Tehát De hogy ö... akkor ez nincs forgalmazásban, Annyi. semmilyen úton, ö... módon, Figi, sehol. azt mondom most, hogy a... a... A közeljövőben uh, Európában még lesz egy turnéjuk Éronéknak, Eronéknak, mindegy, hogy mondjuk, Eronéknak. Valamikor február magasságában lesz egy ilyen, uh, ha jól emlékszem, Ausztria, Csehország, uh, Lengyelország trip. Ott egy picit megint uh, puhítják a premierrel a, az erre alkalmas befogadókat, és utána ugye ugye jön a nemzetközi disztribúció, tehát ettől függetlenül ők Amerikában ö, megállapodtak egy olyan ö, hálózattal, ugye Európában az Odeon, ö, náluk pedig a, hú, nem is tudom a tag, vagy tököm tudom, hogy milyen, milyen disztribútor, aki azt mondta, hogy ha ö, te, mint MP szerzel egy mozit, már úgy szerzel, hogy azt mondod, hogy mit tudom is, hogy mehetnétek a Lurdi házba, ha te oda száz jegyet valamilyen úton-módon el tudsz adni, értékesíteni, akkor oda visszük. Tehát Amerikában ez így működik már hónapok óta, és Aha. szerintem, ha vége van az európai stand upnak akkor, akkor utána már ezzel párhuzamosan is folynak a tárgyalások, a nemzetközi on-demand vetítésekről, értsük ez alatt a netflix a Hulu-t, és, és akkor oda be fog kerülni a, 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 a terjesztési hálózatba. Na, no, az király. Okay. Tehát okay. ilyenben tudunk csak ö, most gondolkozni, ö, sokan mondják, hogy, hogy hogy miért nem volt ott média, meg borz, na mindegy, el tudnék beszélni róla órákat, hogy miért nem volt ott a média, meg miért annyi volt amennyi, ezt most hagyjuk is ki, az a lényeg, hogy itt, itt az lenne a tök jó, hogyha mondjuk egy, egy, egy NatGeo, vagy egy spektrum, vagy bármi más érdeklődését mutatná, de, de ez se rossz egyébként, hogy azt mondja a Netflix, hogy fönt van a TK-ban, bármikor meg tudod kattintani, ha előfizud van, bárhányszor meg tudod nézni, nem az, hogy mit tudom is én péntek este 11-kor, mert ez réteg műsor, legyél fönn és nézd meg. Tehát ilyen szempontból akár kurva jó is lehet majd most ezt meglátjuk, hogy, hogy mi lesz. Hogy lesz addig pedig, elvileg nálunk van a szövegkönyv, én az első öt percet fejből angolul is elmondom. Krisztián, elég sokat olvastuk, úgyhogy bármikor el tudjuk neked olvasni, és, és abból is lejön a lényeg, de, de, de borzasztó érdekes összefüggéseket, tényeket mond, de mondom, tehát bármikor mesélek róla, ha gondolod, csak... Á nem, az olyan, olyan mint hogyha a baletről festeni, vagy érted? Tehát akkor már megném, megvárom, míg, <laughs> még elérhető közelségbe kerül valamilyen úton, módon. Igen, igen. Már, mert akkor megnézném magát, mint film. Persze, mi? persze, persze, meg is értem. Meg is értem. Ja. Szóval ikuós. Még egyszer? Szóval ikúos. Igen, igen, igen. A, a legszebb ugye nekem ez az egy milliárd élet volt, illetve azt mondja, hogy a, az esnek a vezérigazgatója, ugye a Debore Arnott megjegyezte, uh -huh. hogy a Philip Morris abból él, hogy cigarettát ad el az embereknek, és ha tényleg komolyan veszik De a dohányzás visszaszorítását, először is azzal kéne felhagyniuk, hogy fiataloknak reklámoznak cigarettát. És akkor itt van a mi kedvenc WHO mondatunk, a becslések szerint a dohányzás egymilliárd milliárd emberrel végezhet a 21. században. Hát igen. Figyelj egyébként. És ennek jel, a felét a WHO-nak köszönhetjük. <gül> <gül> Mondja, de. Uh, fi figyeltem, hogy le most lehet nem pont a Philip Morris cég, de azt hiszem pont ők uh, kezdték el az elektromos cigi, meg az analóg cigi közötti átmeneti technológiát most itt tolni, nagyon a dohányhevítést. Ez az, ez erről az. beszélünk. Ez, a, ez az? Igen, ez az. Igen, igen. igen. Aha, oké. Okay. Azt mondja, ez az IQOS, ezt ez úgy képzeled el, mint egy, egy ciga amibe amiben belerakod a cigarettát. Igen, 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 ismerem, vagy láttam, vagy olvastam a cikket, ami ezzel foglalkozik. À, akkor tegyük már ide, Charlie, az, az utolsót, a szakadapiacot, mert az pont ide kapcsolódik, igen. Kapcsolódik. Jó, annyit fűztem volna még hozzá, hogy hogy itt nagyon okosan azt mondják, hogy kevesebb káros anyag jut a szervezetbe. Ezt egy másik cikkből vettem, de ugyanerről az IQ, tehát ez az iq ez, ez, most söpört két hétig, egyfolytában ez jött a feedekbe, és mondták, hogy milyen egészséges, mert kevesebb nikotin jut a szervezetbe. Igen, bazd meg, mert a, az a cigaretta, amit beleraksz, az konkrétan, mintha félbevágnál egy cigarettát. Tehát ez amikor a, 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 hogy hívják a mi bizénket, egészségügyi pápánkat, milyen Norbi? Update Norbi, mikor ő kitalálta, hogy valami szénhidrát csökkentett burgonyát, vagy burgonya pürét készít, és arra mondta a dietetikus, hát igen, abban olyan szénhidrátok vannak, hogy úgy tudja csökkenteni, ha félbevágja, és csak a felét eszi meg. Tehát, na ez is pont olyan, egészségesebb a cigaretta, persze az meg, mert csak a fele van benne ebben a készülékben. Zseniális. A... Már a hev... én... eleve a hevítés a miatt, bocsánat. A... Igen. Azért... Az, hogy nincs égés, már azzal jobb most valahova 90% közé teszik, a, a köré teszik, amennyivel kevésbé egészségkárosító, mint a hagyományos 80, 80 a, a, 85, 85. A, a, hivatalos adat. Ugye ez, ez azért érdekes ez, a, ez az ICOSZ nevű történet, mert egyrészt a dohány cégeket egy picit kihúzza a szarból, mert dohányt, tehát fogyasztási dohányt kell hozzá használni, amit egyébként nyilván ők termelnek, persze kevesebbet, mint eddig, plusz egy ö, technológiai ö, gyártási folyamaton kell még átvezetni a, a dohányt, mert ebben nem sima dohánylevél van, hanem ilyen, hát nem is tudom mi, mihez hasonlítsam, mint egy ilyen vékony furnérlemez csíkokból állna össze a töltet, és hihetetlen módon nyomul egyébként a piac többi szereplője is ebbe az irányba. Nem mellesleg egyébként ez már öt évvel ezelőtt is fejlesztés alatt volt, csak egyszerűen a piac nem hívta még életre, és az, hogy az IKOS-nak ekkora sikere van, az a egyébként szent meggyőződésem, hogy az e-cigaretta térhódításának köszönhető. És akkor itt kapcsolódunk a, a szakadapiac a kezdetű cikkemhez, ami pont. Fifiika, interiál... fifiika! Bocsáss meg csak egy bekezdés hadd emeljek ki, amit. amit. bassza szemem. Az elvégzett vizsgálatok, zárójel, amiket független testületek még nem erősítettek meg, azt az eredményt hozták, hogy az új cigarettatípus úgy hat, érted? Úgy hat az egészségre, mintha leszoknánk a dohányzásról. Ezt az állítást a Filiporis ezt El, a Filiporisz nem visszhangozza, é, igen, igen. ők csak annyit mondanak, hogy az iq kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta. Bazd meg, tisztára, mintha egy cigiről beszélnénk. De, hú, mielőtt rátérsz a bigyóra, hadd ide egyet, fifika, kérlek szépen, mert az még inkább ehhez tartozik, mint a piac szakadáshoz. Hogy egy pont egy ismerősöm kérdezte az egyik ilyen cikket belinkelte és beteggel Facebookon, hogy mi a véleménye erről. És én mondtam neki, hogy hát a károsságában valahol a hagyományos dohányzás és az elektromos cigaretta között van, közelebb áll az elektromos cigarettához, de Ez egyértelműen így. károsabb, mint az elektromos cigarettázás. Lévén dohánytermékről van szó, még akkor is, hogyha nem égetjük el, csak hevítjük. És és hogy én erről azt látom, hogy az elektromos cigarettázáshoz képest ez egy visszalépés. Egészségügyi szempontból egy abszolút visszalépés ez a, ez a termék, de hogyha a robotfaszról, meg ilyenekről van szó, hogyha valaki dohányos és idegenkedik valami érthetetlen ok miatt az elektromos cigarettázás kipróbálásától, ezzel viszont képes leszokni a hagyományos fogyasztásról, akkor szuper jók vagyunk, de de maga az, hogy ezt most eladjuk, mint a Szent Grált, meg, meg a sajtó piedesztára emeli, és, és, és beszámol róla, hogy, hogy kevésbé káros, meg satöbbi, ez a leggusztustalanabb szemét mocsokság azok után, hogy éveken keresztül csak a szemetet voltak hajlandóak leközölni az elektromos cigarettával kapcsolatban. Itt van egy termék, ami most már több mint egy évtizede, sokkal jobb eredményeket produkál, sokkal előremutatóbb, mint ez, és azt azt lehorták a sárga földig, amikor csak alkalmuk volt rá. Jön ez, és ó, hát nézzétek már valaki a spanyol viaszt. De meg szóval, e ha belegondolsz, itt azt mondják, az elvégzett vizsgálatok azt az eredmény hozzák, hogy úgy hat az egészségre, mintha leszoknánk, ö, még független testületek nem erősítették meg nálunk mi van. Sokkal egészségesebb, mint a hagyományos cigaretta, mm, nincsenek rá megfelelő bizonyítékok és tények. Tehát megfordítják az meg, és. Ez jóval ö, egészségtelenebb, mint az elektromos cigaretta, de ezt például lehet emelni úgy, hogy ö, ráadásul az ára, ö, az ára mellett se menjünk el. Azt mondja, hogy a teljes szett, angolról beszélünk, a teljes szett 45 font, körülbelül 16.500 forint, és egy 20-as csomagnyi dohánytöltet még 3000 forint. Tehát... Most ez jó, hogy ez sokkal drágább, mint nálunk a cigik, de a, a briteknél körülbelül ugyanannyiba kerül, mint egy doboz cigi. Értem én, hogy egészségesebb, de összehasonlítható az ára, hisz egyébként a Philip Morris nem ölt volna bele Ö, mennyit. Hú, itt dollármilliókról beszélnek. ú, de, 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 de. nincs meg az összeg. Nincs. Ja igen, a két milliárd dollárt költött dollár, az elektromos igen. cigaretta fejlesztése. Kettő milliárd dollár, Kettő ezer millió dollár. És sikerült kihozni belőle egy ilyen uh, 17 ezer forintos szettet, meg egy 3 forintos uh, uh, dobozt, amiben belerakják a dohánytöltetet. Hú, micsoda innováció. Na most azért hagy törjem, hagy törjem már egy picit uh, le a szarvatokat, mert uh, azt gondolom, hogy hogy, hogy erre nem, nem kevés elfogultsággal néztek erre a, a sztorira. E, nyilvánvaló, hogy a Philip Morris fillére kiszámolta ezt a piacot. Tehát ő nem fog ennyi pénzt betolni egy ilyen fejlesztésbe, hogyha nem várja el azt tőle, hogy hozza azokat az eredményeket, amiket ö, szeretnének látni belőle. Az, hogy a cikkek ilyen hangvételűek, az meg az ő PR munkájuknak köszönhető, tehát szó nincs arról, hogy ez jobb lenne, vagy vagy az elektromos cigaretta szarabb lenne ettől. Egyszerűen az elektromos cigaretta mögött nincs egykora pénz, nincs ilyen PR munka, és nincs ekkora tőke egy kézben. És, és a... a, a, a hogy végre arra a cikkre amit én uh, szerettem volna uh, fölvezetni, hogy ez komoly feszültségeket fog okozni egyébként a piacon, uh, tehát önmagában a dohánypiacon belül is, hiszen, uh, és pont erről szól a cikk, hogy itt van az Imperial brand, amelyik a blue nyomja a piacon, ami egy full elektromos cigaretta, olyan, amilyen, tudjuk, hogy a Blue az eldobhatós kategóriával tört be a piacra, és nagyon sokáig piacvezető is volt. Nyilván mióta a technológia egy picit átlépett a fejük fölött, azért visszaszorultak az eladásaik, de azért egy egyben tartott ö, ö, márka, és még szerintem pont a Szigetországban még mindig a vezető márkák közé tartozik, és a Blue most kijelentette, hogy ő nem foglalkozik Dohány termékkel, és az összes piaci jellemző, aki egy picit is rálát a piacra, azt mondja, hogy hát ez kurva nagy hiba lesz, mert, mert egyszerűen a dohányiparnak mint, mint termelőiparnak, nincsen más kitörési pontja ebből az egész storyból amit ugye egyrészt rákényszerített a, a tek, a, mit az egészségügyi fasiszták, másfelől pedig ugye a, a, az elektromos cigaretta megjelenése a piacon, minthogy ebbe az irányba tója el a, dohány, a, a vágott dohányfogyasztást. És ehhez kapcsolódik az is egyébként, tudjátok, mindig mondtam, hogy még biztos, hogy sokszor előkerül Kína, hogy Kínában járt a kezemben egy, egy dohányhevítő készülék, ami bizony kínai tervezés volt, amiben bizony majd kínai sztikket fognak dugni, és ha megfigyeltétek a, a törvényhozást, akkor már fölkészültek ezeknek a, az eszközöknek a, a forgalmazására, és jóval, de jóval ö, kisebb adóteher lesz rajtuk, mint a, a hagyományos dohánytermékeken, ergo a, a dohánygyárak rá fognak kényszerülni arra, hogy beszálljanak az a ikvazáltan nyitott piacra, és a saját termékeiket uh, ugyanígy uh, próbálják tolni. Én egyébként azt prognosztizálom, hogy 5 év múlva az elektromos cigaretta és a hevített dohánytermékek forgalma meg fogja haladni a hagyományos uh, vágott uh, dohánytermékek piacát. hát a legális az kicsit. biztos. A legális a le, igen, a legálisról beszélünk. Természetesen. Azt, uh, igen. Tudjátok, milyen érzésem van nekem ezzel kapcsolatban? Hogy arra is reflektáljak, Fifik, hogy persze, hogy elfogultak vagyunk az ECG-vel kapcsolatban, de nekem semmi bajom nincsen ezekkel a hevítéssel működő kódszerályokkal, csak ne csináljon már úgy a sajtó, meg várom, amikor majd az egészségpolitika is azt mondja, hogy hát inkább ezt javasolják, és az elektromos cigaretta még mindig fekete bárány lesz, mert nem egy milliárdos koncert tolta ez be te a piacra. Ez teljesen jól látott Krisztián, Erre próbáltam a figyelmet fölhívni, hogy. Ja, ja, ja. Ja, az, az a, a furaság. Fejezd be nyugodtan, bocsánat. De, hogy közben milyen jön, szara a, az ECG-nek a, a PR-ja? Ennyi. Hát mert az hát ecg e egy alulról fölfelé. Hát igen, mert alul fölfele törekvő grassroot movement az egész, nyilvánvalóan nincs akkora PR hangos beszélője, mint az összes többinek. Egy kicsit egy ilyen, olyan úgy érzem, mint a fölborult volna az idő. Tehát igazából ezek a hevítéssel működő dohánytermékek olyanok, mint hogyha egy ilyen logikai láncszem, a hiányzó láncszem lennének a hagyományos dohányzás és az elektromos cigaretta között. Tehát igazából ennek az egész folyamatnak az evolúciós csúcsa jelenleg az igazából az elektromos cigaretta, és e ahhoz képest tényleg visszalépésnek érzem ezeket a dolgokat, csak egy kicsit fölborult az idővonal, és hamarabb jött az elektromos cigaretta, mint ez. És hogyha tényleg elterjednek ezek a hevítéssel működő kócerályok, és a, a, dohányosok is egy kicsit hozzászoknak, hogy egy készülék van a kezükben, stb. stb., akkor, akkor talán a, onnan a következő logikus tovább lépés, az meg már csak az elektromos cigaretták felé lehet. Úgyhogy érdekes, hogy később jött az, ami igazándiból összeköti ezt a kettőt. Itt a cikkednél megállt a Fifika egyébként itt, amit belinkeltél, mert egy, hogy nem is biztos, hogy ki kéne raknunk ezt a cikket, mert ez a tetű oldal azt mondja, hogy érzékeltük, hogy adblocker van a gépeden, és utána el van szürkítve az összes szöveg, tehát én csak az első bekezdés látom. Az viszont érdekes, hogy hogy azt így szó szerint nem mondtad ki, hogy eldöntötték a, a tobakok hogy hogy ö, csökkentik a fejlesztés ö, költségét, ö, a termékfejlesztés ö, bizonytalansága és, ö, és, ö, és ö, rizikója miatt, és ö, most ilyenekről beszélünk, hogy British American Tobacco vid Philip Morris, with Japan Tobacco, ö, és megint olyan dolgokat bazd meg, tehát ilyeneket fejlesztenek, hogy, hogy Safer Heat not Burn Brands bazd meg, igen. Tehát ez a, ez a valahol a kettő között valahol. Öm, olyan <laughs> semmilyen bazd meg, de ebbe és itt lettem rosszul. A Bat beletolt egy milliárd fontot az utolsó azt öt éve. évben a fejlesztésbe. Hogy ezt a kibaszott azt mondja. Launch of Next Generation Products. Milyen Next Generation? <laughs> Ezelőtt 15 évvel ez valóban egy Next Generation lett volna, de ez, ez most olyan, mintha hogyha, hogyha ülnék a, a Ferárinban is, valaki el akarná velem hitetni, hogy baz meg beletoltam egy milliárd fontot, hogy kifejleszem az új Lada faszom, tudja terepjárót. Ez az igazi tuti, mert ennyit beleöltem. Hát nem, csak hülye vagy. Hát ugye a, 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 BIT saját ö, ö, brandje az a Vibe. A Vibe meg egy, egy kurva egyszerű elektronikus cigaretta, vagy elektromos cigaretta. Ö, nyilvánvalóan... Ne kezdette is átvenni ezt a kifejezést, fifika. Nyilvánvalóan... Ö, ö, tehát nem, 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 tudom, hova tolta -e be azt a, azt a pénzt. Valószínűleg... A hát felvásárlásokban fillére kiszámolták a, a, piacot, hogy, hogy ezen mit fognak tudni teljesíteni, e, és, és, országra szabják az ízeket, e, Romániában például dohánytöltet van a, a az 1,2 millis eldobható kazán tetejében, tehát ami egyébként Németországban nincs, Németországban más ezeket hoztak, Romániában ilyen kolbász füstíző likvidek vannak. Szóval ezek, ezek mindent fillére kiszámolnak, és ilyenkor egy kis gyártó azt tudja nézni, hogy a nagyok mit csinálnak, mert neki már nem kell akkor kiszámolni ezt a piacot, nem kell uh, ezt a vipót. Ezt a egyébként a, az IQ-ból is van egy példányunk, meg a vájból is a vibe az egy akkora dobozban van gyerekek, hogy, hogy abba gyakorlatilag ilyen, nem is tudom, egy sima egó készletből 20 darab beleférne. És van benne öt ö, patron, meg egy készülék, meg egy fali töltő, azt hello. Tehát ö, hihetetlen módon ö, ö, érzik a, a, vagy kiszámolják, vagy nem tudom, hát ezer ember dolgozik az, azon, hogy hogy nézzen ki, milyen dobozba, milyen papírba, milyen leírások, milyen színösszállítás. Na ezt, ezt, ezt most fejez be, Fifi, mert szegény MP ö, visszaszokik a hagyományos analógra. Ö, viszont. Egy... Nem, én nem egyébként, csak nem. Az volna a kérdésem, hogy tudsz-e még varadni, vagy, vagy menned kell, mert. Hát nekem lassan mennem kellene. Akkor viszont tegyük meg azt, hogy legyen meg a bevezetés-tárgyalás befejezés. Mi megköszönjük, hogy itt voltál, meséltél egy picit a, az élményeidről, kitartást a, a jövőben ehhez, illetve köszönöm ha valamihez hozzá akarsz nyúlni, akkor az a az, az e ha, Boris, ha hallgatod, nem arra gondoltam, az elektromos cigaretta Igen. legyen, ne az analóg. És srácok, hát, a... köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Pár mondatban Összefoglalva, életem egyik legjobb döntésének tartom az elektromos cigaret, cigarettára való átállást. Azt még nem döntöttem el, hogy én úgymond dohányos ember maradok életem végéig, vagy pedig szeretnék megszabadulni a nikotintól, és ez csak egy átmeneti lépcső fog. Ez még egy nem lejátszott meccs, meg fogom nézni, hát menni fog a teljes nikotinmentesség. Majd meglátjuk. Most per pillanat azt mondom, hogy nincs az az Isten, hogy én újra analóg cigéhez nyúljak, mert nagyon, nagyon csúnyán hangzik, de undorodom tőle, és ezt úgy mondom, hogy pár héttel ezelőtt még én is ebbe a kaszba tartoztam, és egy ö, már csak egy hajszál választ el attól a Álszent Dumától, idéződök akkor Álszent Dumától, majdnem, hogy el is ítélem a dohányosokat, mert nem ítélem egyébként. Általában nem szoktam elítélni senkit, nem szeretek más feje fölött pálcát törni. De ahogy így, brutális, hogy én ezt a szart szívtam ennyi ideig. Valószínűleg, ha nem kerül a látómezőmbe, egyrészt a sztorimban emlegetett rendőrök, illetve Charlie által, Tehát nem úgy alakul a csillagálás. Még mindig uh, szívnám, még mindig rákognék reggelente, de szerencsésnek érzem magam, hogy így alakult. Megmondom őszintén, én, én magamtól talán nem hallottam volna soha erről. Tehát, még szerencsé, hogy... hogy így alakult, ja. Még szerencsé, hogy így alakult. Sok sikert kívánok a harcotokhoz, amit tudok én is bele fogok rakni. Soha nem szerettem megmondani másoknak, hogy mit csináljanak illetve mit ne csináljanak, de ha olyan emberrel találkozok, akit látok, hogy fogékony erre, egy-két említést mindenképpen meg fogok tenni. És annyit fog az, az lesz a legmeggyőzőbb, hogy ismernek engem, tehát hogy tényleg így több mint 15-16 éve dohányzok, csak kijelentem, hogy x napja vagyok füstmentes, és, és most erről. Ezzel nehéz is vitatkozni, igen. többet mondani. És ezzel nem lehet így így van vitatkozni. Én csak búcsúzóul annyit uh, szeretnék mondani neked, hogy egy, ne felejtsd el sose, hogy uh, honnan indultál. Így van, meg hogy én is voltam dohányos. Uh, kettő pedig, hogy köszönjük szépen ezt a fajta friss és már a számunkra uh, új uh, nézőpontot uh, és véleményeket és élményeket, amiket itt átadtál ma nekünk. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen, és hallgassátok <laughs> a hiányzó <laughs> darabot cserébe. <laughs> Hallgatjuk. Szia. Oké, okay, sziasztok. Hello hello. Hello. hello, hello. Na, úgyhogy ennyi volt az én MP barátom, meg most már a mi uh, hiányzó darabunk, mármint, hogy a hiányzó darab podcast showrunnere. Vélemények? Már nem az emberről, mert hát nem láttátok még csak úgy a, a meglátásairól, vagy a tapasztalatairól. Na, nekem nagyon tanulságos volt az átlag egy azért jobban szeret tájékozódni, meg amiket mondott, hogy keverne, de akkor ezt még körüljárja ezt a diacetil témát, meg stb. Tehát nagyon, nagyon alapos, alapos és elkötelezett usernek tűnik. Üdítő volt hallgatni igazándiból a beszámolóját. Hallottam én is egy üdítő beszámolót, és átvezetek a engedjétek meg, hogy ezt mondjam, hogy a balfaszokra, hogy tekert először egy Akármilyen kerítés drótból kiírta, hogy, hogy túl alacsony ellenállás. Krisztián, mit csinált szerinted? Nem tudom, mit csinált. Képzeld, összesodort kettőt, és akkor is azt írta ki. És utána. <laughs> ja, tehát, várjál, várjatok, kacagjatok. Összesodrot hármat, és aztán négyet basszátok meg, és még mindig azt írja ki, hogy túl alacsony, pedig már annyi vas benne van, hogy nem igaz. És akkor megkérdezte azt valaki, hogy bassz. ha két, ha két egyómos egy tekerést párhuzamosan raksz, az mennyi lesz? Ha kettő! Ha kettő! Na, tehát itt vannak a bajok, fiúkák. Bazd meg! Túl alacsony! És akkor ez olyan... Nem akar... Én azt hittem frankon, hogy vicce. De nem! Összesodortam kettőt. Bazd meg, akkor is azt írja ki. Háromnál is, négynél, négy, mi ez? Szar ez a készülék. Tegyél mellé még egyet. Tegyél még egyet. Baszd meg, így se jó. Tegyél rá egy pallót. Hát úgy se érem -e. Á, és akkor itt tudnék átvezetni, ami, ami, ö, mondjuk azt, kineveltük a magyar elenkert. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg miről beszélünk, olvasd el a show t keresd a narancssárga Patreon téglalapot és kattints rá. Még egyszer köszönjük! Köszönjük! köszönjük. Ki A nikotinista. Hát mert Hát mert Fifika, te nem é. voltál benne ebbe a szredbe bazd meg, egy gyönyörű, zseniális íve volt. Fölkerült egy videó. A... De láttam? Láttad? Láttam. Volt. láttam. Ideged megnézni? A nikotin... Hát így az első az első felét, aztán ott gondolom a második felé is ugyanolyan volt. A nikotinista naplója könyvajánló, most már csak 51 kommentet lehet látni, de azokat sem lehet látni. Meletiltottak. Én, én, először a Nagy Endrének láttam a falán, mondom, megnézem. Jó, akkor ez kommandóba és párásítóba való, és pillanatok alatt beszivárogtak a mi jól képzett deszantosaink a harcvonal mögé, és én is próbáltam először szépen, aztán is szépen, aztán már egy pici pikirtség, egy kis irónia, aztán már nem kevés, aztán jött gazdag Feri, és ott elszabadultak az indulatok, tehát mikor, hát bazd meg, te hülye vagy földet rád. Tehát ilyen szintű kommentek voltak, és aztán most bebizonyítottátok, hogy én igazából a videón még nem is kurtam annyira föl az agyam, mert néztem, és akkor mondtam neki, hogy az elektromos cigaretta is említése került ebben, hogy nikotinista, tehát már a neve is olyan fura, hogy, el akarsz adni egy könyvet úgy, hogy mondjuk szokjál a dohányzásról, és a nikotinista naplója, tehát minthogyha valami mellett lobbiznál. Rákérdeztem akkor, hogy igen, az elektromos cigaretta is meg van említve benne, és akkor egy ilyen két-három óra múlva tudtam, tudtam ez, és tudod, a marketing, és ez le is van írva a könyvben, hogy ezek az érdekcsoportok, meg az elvakult aktivisták, meg a faszom tudja mi, nekem ott el a gyógyszer, amikor megláttam a logóját, ami úgy néz ki, hogy ilyen V alakban az egyik oldalon egy cigaretta, a másik oldalon egy elcigaretta, középen, mint egy ö, fókuszálva az ember szemét egy sárkány feje, és fölött egy olló, ami gondolom le akarja szimbolikusan vágni a sárkány fejét. Tehát ez az ördöktől való dolog, az meg a cigaretta, e-cigaretta, és ö, az összes többi, amitől ő 4990 ért, ö, plusz posta költség megszabadít. Akarat erő kell csak hozzá. Hát, mert egyébként. Látványos volt, mondja Annyit akartam még mondani, hogy valaki mondta neki, hogy mert itt írta a weboldalán, hogy ad három ingyen tanácsot, amivel segít leszokni a dohányzásról, és akkor utána mondja, hogy vegyétek meg a könyvet, és valaki rákommentett, hogy figyelj már, akkor milyen tanácsokat osztogatsz, az, hogy az első háromtól nem tudok leszokni a dohányzásról. Szó... <kül> hogy fasz. Ja, azért nem látom a kommenteket, mert gondolom engem kitiltott, illetve az összes embernek ö, ilyenkor beállítja, hogy nem törli, tehát az ember megnyugszik, mert ott látja a saját kommentjét, de az csak ő látja meg az ismerősök biztos ott is voltak olyanok, akik nem az ismerőseim, ezért nem látom a kommentjeiket. De látszik gyönyörűen, egyébként száz valahány komment volt. Én beírtam neki, hogy ja, mert hogy nem menjek oda lobbizni, meg kampányolni az elektromos cigaretta mellett, azt csinálja máshol. az, az ő világra szóló oldalán népszerűsíti Igen, népszerűsíteni. Igen, népszerűsíteni, és akkor, akkor mondtam neki, ott gurult el Ami... a gyó... Amit, amit, és nekem mit gurult el a gyógyszerem? Nekem is, hogy azt a, azt, azt... a százból azt az egy tanulmányt, ami az elektromos cigarettát támogatja. M mert ő azt mondta, Ékol! ugye, hogy, hogy, hogy akkor 26-an lájkoltak az oldalát, mondtam neki, hogy hát köszönöm szépen, a legkisebb csoportomban vannak 260-an, de egyébként a weboldalon több ezren, más csoportokban is két-három ezren, tehát akkor én biztos ide akarnék jönni kampányolni, Uh, és akkor uh, jött még ilyenekkel, hogy uh, mit is mondott, mondta ezt a reklámot, meg uh, mondta a, a leszokást, ugye, a többi meg majd uh, eszembe fog jutni idővel, de mondja te is, hogy uh, mik voltak a... Ja, meg hát a Boris, ahogy mondta, ez a tipikus uh, greenboxos uh, pornós háttér, ez ez, a... Tehát ez, ez bá le lenémítod, nézed, ez meg MV reklám. Kész. Ennyi. Még mellé tudod, Én ez fogok. a kettőt kap, és ma csak 2500 forint. Ja igen, hogy 20 évig dohányzott, több évtized kutatás és, és, mindenféle tanulmány van a háttérben, és valaki levezette neki, hogy körülbelül akkor lehet, mondjuk 15, mikor elkezdtél dohányozni, akkor már 16 éves korodban már kutattad, hogy hogy tudnád abba hagyni, 20 évetbe került, nem lehet valami sikeres a módszer egyébként, de, de, én kérdeztem is a kutatásokat, hivatkozásokat, és a többi, és a többi. Mondjad, hogy honnan. Ö, ja, meg megmondtam neki, hogy volt a videódon 50 megtekintés, mondjuk 10 te néztél meg, vagy gyönyörködtél magadban, milyen szép vagy, még 50-et a családod, ö, az legyen összesen 60. Mikor legutoljára néztem, akkor volt rajta 900. Ö, ezeket nincs mit, tehát ezt mi generáltuk neked. Egyébként csókoltatunk. Na, és akkor itt ö, valamit beírt, hogy törölni fogok mindenféle személyeskedő, gyalászkodó kommentet. Jó, mondom, mert bemutatkozott, akkor mondom, jó, én meg az vagyok, aki párásító podcast. Körülbelül három éve csináljuk, 136 adással. Ö, szeretettel várunk, és ütköztessük az érveinket, és megbeszéljük, hogy ki hogy látja a témát. Téma, vagy a hozzászólás törölve. Ö, vissza nem írt, úgyhogy... Úgyhogy ennyit erről a marketing gépezetről. Komolytalan ez az egész. Elmondom az én oldalamat a történetből, mert én nem, nem, nem szálltam fel a Crazy trénre. Unatkoztam, na, ne haragudj! Unatkoztatok, nagyon látványosul unatkoztatok, igen. Nem, nem jutott eszetekbe a fő szabály, hogy ne etesd a trollt. Én végignéztem a videóját, és már az első kanyarban elmondja, hogy mi is ez az egész leszokás, meg, meg mi ő és miért kurva fasz a könyve, már az sem győzött meg igazából, mert nem fogalmaz jól, stb. tehát így nagyon próbálta mondani, de nem ment. Aztán ezután, miután fölvezette, hogy miért, miért a óta miért a legnagyobb találmány az ő könyve, utána elmondta még egyszer azt, ugyanaz, csak egy kicsit másképpen. És akkor jó, oké, akkor ez most ugyanazzal győzköd. És ezután átcsapott a Günther a fülbevalós öreg német tév telesopos arc üzemmódba, hogy te csak <laughs> és... és, oké, ez végképp betette a kaput. Tehát itt egy csávó, aki egyértelműen pénzkereseti céllal megpróbálja eladni a, a, a napelemmel működő szárítókötelet, ez, ez, ennek semmi értelme nincs, ez egy vicc, ez az egész. És aztán próbáltam nektek átadni, hogy ne, ne, ne szekáljátok, ne szekáljátok, mert csak azt a figyelmet adjátok meg neki, amire vágyik, tök fölösleges, és hogyha eleget szekáljátok, akkor azzal fogja a végén reklámozni a, a fos könyvét, hogy, hogy a könyvet támadja az e lobby is, és a többi, és a, azoknak a hülyéknek, akiknek szól ez a könyv, azoknak ez meg abszolút, hogy hívják, aranypénz, csillogása a vonzó az ilyen típusú marketing, úgyhogy én nem láttam értelmét, hogy beleszálljak ebbe az egész történetbe, és az egészről az volt a benyomásom, hogy, hogy kár piszkálni a szart, mert a végén csak büdös leszel. De ti kiéltétek magatokat jól, úgyhogy jól elszórakoztatok Igazából rajta. tudod, ő óránként egyet kommentelt, tehát a, a, többiekkel jól el voltunk, meg aztán rájöttek, hogy innen kitilthattál minket, köcsök, de van neked YouTube csatornád is, oda átmegyünk akkor. Úgyhogy megszórták ott is minuszokkal a nikotinistát. Nikotin piska. Úgyhogy, de hát ez 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 zseniális volt, ez akaraterő. Ja, mert nekem ott gurult el a bogyó igazából, mikor te is dohányzó. Mert azért mondtam neki az ellenkert, mert te is dohányzó, mert nikotin fogyasztasz a jó édes anyádat. Ja, és akkor még be volt kapcsolva a. Facebook oldalán az értékelés szekció, jelzem, akkor még. <gül> <gül> és akkor megtaláltam ott a, ezt az értékelős szekciót, és elkezdtek gyűlni ott az egy csillagok. Blacky Juditja, én, Blacky, és a többi, és a többi. Tehát nézem, hogy 26 egy csillagnál járunk, kezdjünk ezt számolni. Ha most ő szerez a haverjai közül még 26-ot, aki öt csillagra értékeli, akkor is csak két csillagos lesz. <laughs> Úgyhogy e szerintem ő is rájut és azt hiszem, hogy egy óra után kikapcsolta ezt a részt, és most már nem lehet elérni a az értékelés szekcióját szegénykémnek. Nem érdemli meg azt a figyelmet, amit rászántatok. Tehát tényleg szerintem egy, egy, egy jelentéktelen ember jelentéktelen könyvéről van szó, mint, tehát nem is jelentéktelen, bocsánat, súlytalan, azt mondanám, teljesen súlytalan, és a akkora energiát zúdítottatok bele ebbe az egészbe, ami bámulatra méltó volt, csak szerintem nem volt méltó a, a tárgya erre a figyelemre. Krisztián, még egyszer mondom, unalom. Jó, van, jó. Mit akartam mondani? hogy hívják azt a Weber Gábor? Beneteket. Ha unatkoztatok, adatig, unatkoztok, adati ne, az a te dolgod. Hogy hívják azt a marketinges? Nem Weber Gábor, valami dupla véve vel kezdődik Wolf, Wolf pedig. Gábor. Wolf, Wolf Gábor. Gábor. Na, ez ugyanaz a könyv, volt csak így a borítója átcserélve egy ilyen zöldes valamire is. Ja, igen, ezt én mondtam is, a, a, a tudományossága a széles Gábori magasságúba ment az arcnak, a, ahogy mondta, a, a, a kommunikációja az egy az egyben, Wolf Gábor, úgyhogy ez két, két olyan <laughs> indok rá, hogy így minél távolabb, köszönjük. <gül> <gül> Fifika, de szórakoztató délelő délután. Én végignéztem a komment az elejét. És szóval nekem ez az agymosott ilyen MLM rendszerben edződött PR menedzser képe ötlött föl bennem, de már ez a ez a videó első fele is erről szólt, és ebben teljesen igaza volt a Krisztiánnak, hogy full olyan volt, mintha ilyen, ilyen tévés eladós műsort néznék. Nagyon... Ja, a tudom, igen. Aha. Igen, ez a abszolút. <laughs> már csak a izé, tehát vártam, hogy mikor lép be a csaj, tudod, és akkor mondja, hogy hát én húsz évig dohányoztam, de hogy olvastam ezt a könyvet, jaj, Wolf, milyen jó, és izé, és egy morzsa, morzsa nem marad a padlón utána. Jó Ezt valóség. mondtam, mert itt vala, valakiknek ott mondta, hogy mert könyvet adtam ki, hát mondom, nem nagy újdonság a digitális yeah. technika korában, mikor a feleségemnek a ex-fodrásza is, ba, érted? Fodrász bazmeg, meg, kiadott egy ilyen Koelói magasságú emelkedő könyvet, ezer példányba. Ha, persze, az meg, bemész a digitális nyomdába, azt kinyomtatják neked két példányba is, ha kell. Azt ennyi. Jó, hát én is adtam ki könyvet kétszer. Csak Norris vagy? Na, nem, nem, hát utánnyomás, utánnyomás. Utánya, volt a, repül a, a repülős könyvem tízezer példányba kelt el, azok. Akkor én mit, mit csináljak most? Hát egy sírja, sír, vagy ne sírjam, össz, hát az összes óvónő ismeri a nevem, hagyjál. De nem a könyv <tos> miatt. <tos> Így csajozok. <coughs> Olvastad már a könyve? Véletlen itt van egy delicát szerzői példány. Mit tudnál felajánlani érte? Ki nem dedikálható? Hát azt hiszem, egy példány van nekem még belőle. Ú, valami valami... gyerek gyerekmese, vagy mi? mi? Nem, nem láttad még <susztanian> Nem láttad még? Nem láttad. Hát hol élsz te? Ritkán járok hovodá, a vodába, Hol rá, élsz élsz te? Ficsor Zoltán papírrepülők. Ja, de ezt hallottam. 15, 15 darab nagy teljesítményű papírrepülő. Na, várjá, várjá, álljunk wow. meg. Egy... Mi az? Ezt nem iszed, ezt nem iszed Charlie. Mi az, hogy nagy teljesítményű papírrepülő baszki? Hát ugye, ha amikor én ezt a könyvet írtam, akkor így körülnéztem a, a papírrepülő És <laughs> kerested a piaci de ez halál komoly, tehát... Ne, várjál, várjál, várjá, bazd meg, hallod? Mújó, elkezdtem begépelni a Google-be. Ficsor Zoltán, és hogy pap, és kiadja, hogy Ficsor Zoltán papírrepülők. Hát ezt, hát ezt nem hiszem el. Hát ez nem, nem, nem tudtam, nem. hogy egy ilyen ünnepelt szerzővel van dolgunk. Bazd, bazd meg, Ficsor Zoltán, papírrepülők könyv, a könyvtárportálon. könyvtár portálon, könyvtár.hu... Bazd meg, hát ez kötelező darab. Ezt be fogom linkelni, a hajtogatással nem, nem készült papírrépőgépeknek átkül... elsősorban nem esztétikai követelménynek kell megfelelnie, hanem a repülési teljesítmény igényének. <laughs> Ez páratlan. Charlie, ettől jobbat mondok. Átküldöm neked uh, PDF-be. Nem, ne, ne, ne cigánykodjunk. Fönn van a molyon. Nem cigánykodás, Csárlé. Lejárt fönn... már róla minden. Nem, minden fönn van a molyon. Én ezt a kibaszott... Uh, Kindle olvasómon fogom megtekinteni. Ez meg nem hisz le. Azért tegezhetünk? Hát jó. Na szóval tényleg az volt, hogy körbenéztem a, papírepülő papírrepülő könyvpiacon, és azt láttam, hogy origamisták írtak papírepülő könyvet. Én meg ugye, ha nem tudnátok, akkor meg most megtudhatjátok, én modelleztem nagyon sokat és nagyon sokáig repülő modelleztem. És uh, egy évig minden áldott nap A4-es papírlapból hajtogattam otthon papírrepülőt, aztán, mit tudom én, kimentem az udvarra, dobáltam, jó repül, nem jó repül, izé, azért 15 darab olyan repülőt sikerült összerakni, amit tényleg repül. De és várjál, ezek a... Tehát komoly te... kutatásfejlesztést folytatnak. Igen, ég, ezek égen, a te égen. fejlesztéseid? Uh, 90 ban igen. Kettő olyan papírrepülő van, az egyik az origami, ami egy nekem egy gyerekkori, tök hagyományos repülőm. A másik az pedig azt hiszem a Gagarin, ami uh, gyakorlatilag egy gyűrű repülő. Befosok, és, találtam uh, egy weboldalt. A többi, a hogy? Találtam egy weboldalt, Ficsol Zoltán papírrepülők. Ez a rukkola.hu. Nem tudom, mit jelent, de jól néz ki. Rukkolok, 5 pont plusz nulla cetli, vagy happolom öt pontért. <laughs> Baszd meg, happolnám, érted? Ez amit a blokkolom. Happolom, happolom. Várjá, várjá. Alexandra.hu, azért az nem kicsi. Azért az nem kicsi. Csád, mondom, tízezer például. Hallod? Melyben. Ebből nem fog... De ezért nem vagy te rócsild, meg. Ficsor Zoltán, nem mondom, milyen könyvkiadó, 332 forint, eredeti ár, 390. Hát leakciózott folyamatosan, ebből nem lesz sose az meg. 42 oldal, 170 x 2, 40 3. Az meg. Hát ezt, ezt de, de, annak a, de, de, annak a, a grafikája, a tördelése, a fényképezése, az, tehát mind saj, ez Gyakorlatilag a, a könyvkiadó az a filmet kapta meg. Ugye, mert ha bejutott, hogy Ficsor Zoltán X magazin, ha már itt tartunk, akkor meg kijön az a science fiction havilap, ami a Galaktika után Magyarországon a második leghosszabb életű volt, három év folyamot élt meg. Mújó, mújó, csak hogy fölpiszkáljam az érdeklődésedet. A következő repülőgép típusok. Széljáró, méhecske, transporter, Bohóc, oh. Repcsi, Drakula, Nózi, Vadász, Gyűrű, Sárkány, és itt még van egy upgrade is, Vadász 2, illetve a cső, az utolsó oldal oh. környékén. Igen, 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 A igen. cső. Befosó. Antikvár <síthat> <síthat> Na, hogy így elcsodálkoztunk rajtam. Én szerintem itt hagyjuk abba a molyadást. Itt lesznek. hagyjuk igen. abba, igen. A, ezt úgy kérjük, a csúcson. A csúcson, igen, a csúcson igen. kell abba hagyni. A csúcson kell abba hagyni. Jó van. Ö, akkor ö, csak hogy jövő hétre mindenki hozza föl magát, mert egy pár elkezdődött, egy pár folytatódik. Elfelejtettem baszki. És kim van a humans? Nézted? Nem, még az első sem. Ja, még leszten. az első sem. Jó. Vikings. Walking Dead fél évat záró. Westworld vége. Nem nem, nem, nem bírtam nézni. Melyiket? A Walking Dead-et? Walking Dead-et. Akkor a sokkot kaptam az első epizód után, hogy észre se vettem, de, de nem bírtam tovább nézni. De... Itt az összes. Figyelj, én kezdem Lettöltem megszeretni feliratot. ezt a négent. Én kezdem megszeretni a figurát. Zseniális, meg! Az az elképesztő értelmetlen erőszak az első epizódban, tudatalattiban akasztott ki valamit nálam, mert megnéztem, és szórakoztató volt a, a, az epizód, meg minden. És aztán, amikor ott voltam, hogy nézem a következőt, így nem tudtam megnyomni a gombot. Akkor annyit mondok neked, hogy jön egy pár rész, ahol szenvedni fogsz, és a mostani résznél megint van egy ilyen összekovácsolódás, tehát megint érzem a póvert a szemükben. <coughs> jó lesz, jó lesz. Jó, fiúk, akkor ö, marad egy pár téma jövő hétre, illetve te akkor elvileg már be fogsz tudni számolni a, az Igen, egy hét Igen. dohányzás tapasztalataidról. Nagyon Igen, kíváncsi Igen. vagyok. Azt tudni kell, hogy Na, most arra fogyott el a, a doboz zsitán, tehát ö, nem tudtad hozni még a, a régión magadat. Kíváncsi vagyok. Nem, nem is hát kíváncsi vagyok, hogy mennyire megy ez vissza a a végén? Nem fog, nem, nem ez, ez egészen. Már most is tudnék tízerelni belőle, meg mindent, de akkor majd inkább jövő héten. Én csak annyit mondanék el előjáróban, hogy addig, amíg kettős felhasználó vagy, meg addig, amíg átálltál egy az egyben az elektromos cigarettára, és ott is maradtál, nem tudod kellően értékelni, hogy mennyire jó az elektromos cigaretta. Addig, amíg nem dohányzol. Uff. Gyerekek, senkinek nem akarom elken, elvenni a kedvét a következő soktól meg ilyesmi, de én ma kiindult álltam az erkélyen, és, és megvilágosodtam, hogy hát azt, hittem, azt hogy hittem, eddig, tud, tud, azt hittem, hogy eddig értékeltem az elektromos cigaretta előnyeit, és, és ha eddig tíz körömmel küzdöttem az elektromos cigaretta ügyéért, akkor ma megvilágosodtam, hogy valójában mi is az e-cigaretta adóhányzáshoz képest, és a továbbiakban 20 körömmel fogom. Nagyon durva, de majd bővebben jövő héten. Most elképzeltem, hogy a, húsz 20 körmöd megvan hozzá, mint a macska, amikor föláll a bundája hátul. És így a lábujjaddal is, meg a kezeddel is így kapaszkodsz a parkettába, és így, a Kinga egy próbál elemelni, így a parkettákat így tépi föl a körmöd. Érdekes lesz, meg ugye, amit az apró tízer, hogy még rosszul is lettél a cigarettától. Porzalmas, tényleg. Jó, akkor... De senkinek neked szegé a kedvét, még szükségünk van emberkékre a kísérletbe, úgyhogy... Igen. Én tényleg annyira igyekszem, hogy én a január utolsó két hetét tudom megcsípni, de az is úgy, hogy éjszakásból fogok menni az egyik utolsó körben, hát majd meglátjuk, majd próbálok aludni az úton. De akkor, akkor várjuk a jövő heti tapasztalatokat ö, tőled. Nagyon kíváncsian, hogy <coughs> mi a túró van. Akkor ennyi lett volna mára. Virtuálisan MP-nek még egyszer megköszönöm, hogy eljött. és. Jó volt, hogy velünk volt, igen. Igen, 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 igen. igen, érdekes volt egy ilyen nyitott, külső szemlélő. Úgyhogy akkor ennyi lett volna hétre. Bőven két óra fölött vagyunk. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! Köszi, sziasztok!